Köszöntöm kedves nézőinket, a Pomász TV képernyői előtt Erményi Brigitta vagyok. Nézzük, mivel várjuk nézőinket a képernyők elé. Elsőként versestárunkból hallhatnak egy költemény, majd hírekkel jelentkezünk. Ezt követi egy rövid torna, majd Molnár Szabolcs sztárportré sorozatát láthatják. Szeptember 15-én ünnepélyes keretek között átadták a Sashegyi iskola torna pályáját. Erről is készítettünk egy összeállítást. Végül képes úti beszámolót hallhatnak Kertesi Tündétől a varázslatos Kosztarikáról. Tartsanak velünk! A vers nem luxus termék, hanem segítség az élethez. Megtanít figyelni, megállítja az időt és erőt ad nehéz pillanatainkban. Versestárunkból hangzik el egy költemény. Bölcs állandóság trónolt a világ felett. A hold csendesen szundikált felhőpaplanos ágyában, és szelíden mosolygott. Az ég mágiáján még parázslottak a mindent értő csillagok, de a szellő már bontogatni kezdte a gyémánt ajkú hajnal hosszú haját. A fák és a bokrok ágvégein gyöngylilán merengtek a párák, s a tisztások zöld füvének harmadcsillogása vágyakozva hallgatta a kövek és kavicsok között csörgedező csermelyek csendesen csalogató csobogását. A pirkadat nagyot sóhajtott. A sóhajtás összetalálkozott a szellővel, s egymásba csavarodva, egymásba tekeredve remegtették meg az érkező napsugarakat. A félénken reszkető arancsíkok bekíváncsiskodtak az erdőbe, a boldogan bólogató bokrok levelei közé, beköszöntek a mély völgyekbe, sziklák oldalára másztak, felébresztették a magányos madarakat, és búcsút intettek az éjszakának. Hirtelen csend lett. Mélységesen mély és várakozó. És ebben a csendben tisztán lehetett hallani egy szerető szív egyre erősödő dobogását. A Pilis, a magyarok szent hegye már tudta, mi történik. Már érzékelte, várta már, érezte. A holdvilág árok felett az időszőt, láthatatlanul lebegő selyemkendőt, és az ábrándozó fák mosolyszürke kirgén fátyollá nemesült az áhítat. A nap méltóság teljesen emelkedett a hely fölé, és amikor a legmagasabb bércre ült, mint egy lángoló korona, hatalmas dübörgéssel ketté vált, ketté nyílt a holdvilág árok hasadéka. A sziklák úgy törtek szét, mintha egy óriási kéz roppantotta volna őket millió apró darabra. A fák gyökerestül fordultak ki hűvös zöld mohafészkükből, és zúgó robajjal dőltek egymásra. A hegy reszketett, mint az életet adó erő. Aztán megint csend lett. Csodával, igaz csodával bélelt csend. S a fényben ott állt ragyogó arccal a magyarok nagy fejedelme, a feltámadott Árpád. Erős kezével kardja markolatát szorította, Attila kardját, az Isten kardját, mit az égben kovácsoltak. Fenn a tüzes aranykorongban ott lebegett a kiterjesztett szárnyú turulmadár. Árpád feltekintett reá. Szemében szikrázott a megértett remény. Szélesre, feszesre tárta karját, mint egy élő kereszt. Üzent.
Kettejük ereje múltba és jövőbe vetett hite átölelte a Pilist, és ez a magyar hit, mint az igazság ült el a lelkekben, erősödött, szárba szökkent, érlelődött, ősvetésű, élni akarásával körbefonta, megsimogatta a Kárpát-medencét, és kirügyeztette az emberhez méltó, ösztönös megmaradás örökzöld kívánságát. És megérkezett a múlt. Szarukürtök zúgtak mély hangú buzgalommal, lovak nyerítése feszült a levegőben, acélhegyű nyilak surrogtak, és a paták ütemes dobogása rezegtette a világot. Egy villanás! S Árpád nagy fejedelem mellett ott lélegzett álmos fejedelem, Baján Kagán és Attila nagy király. Egymással szemben álltak, némán, de nézésükbe a négy égtáj beleremegett, és megérkezett a jövő. Megtisztulnak a lelkek, és újból épülnek iskolák. A szabadság mámora ismét szívünkbe olvad. Folyóink egészségesen hömpölyögnek. Erdeink gyümölcstől, vattól gazdagok. Mezőinket színes virágszőnyek fedi. Házainkból gyermekzsivaj száll az ég felé. Búzaföldjeinken tömött kalászok lengenek. Szent koronánk ismét régi fényében tündököl, és megérkezett a jelen. Fonják már az ostort, mellyel kiverjük Kárpát-medencei szentélyünkből a fénytől félő kufárokat. Árpád halkan szólalt. Múltunk vessző kosara gyönyörűségeket rejt, s bár jelenünk vészektől terhes, s az igazságtalanság tolnyög, mégis bízunk a jövőben. A történelem ismétli önmagát, a nap ismét reán küldi erejét, melegét. A tiszta emberek és az igaz magyarok számára lesz csak hely e földön. Valahol a fák között, bársonyos tündéri hangján, dalolni kezdett a szél. Ha tiszták vagytok, és igazak, ti is meghalljátok a dalt. Ennyi idő után visszamenni dolgozni. Persze, hogy félek. Gondolj csak a reggelekre, őrület lesz. Nem akarok nektek csalódást okozni. Otthon maradsz. Sajnálom. Anya. Hogy fogom összetartani ezt a családot? Majd együtt megoldjuk. Te, meg én, meg a családunk. A húgod is tud segíteni. Számíthatsz ránk. Ne félj a nagy lépésektől. A Magenta egy rugalmasan alakítható digitális kelléktára segít, hogy igazi csapatként álljon mögötted a család. Végre megteheted. Telekom. Kedves nézőink, híreink következnek. Nézzük először röviden. Polgármesteri vitaest, nem lesz aszfalt a Klisovác utcában. Szünidei étkeztetés, kulturális örökség napja. Felújítják a 10-es utat, nő a dugó, moziklub. Értéknövelő felújítás a Pomász Kft-ben. Előválasztási vitafórum. Átadták a Sashegyi iskola torna pályáját. Kultúrházak éjjel-nappal. Kié legyen az iskola, kié az orvosi rendelő, ki mondja meg, hogy hol legyen lakópark,
helyben dőljön el, vagy inkább központilag? Mi a biztosíték, hogy az önkormányzat jól gazdálkodik a település vagyonával, az adófizetők pénzével? Hol tartunk most, és hová volna érdemes tartani? E témában megtartották az első polgármesterek vitaestjét a Pomázi Művelődési Házban. Az est moderátora Rist Lilla szerkesztő volt, vendége Kleidinger István Pomáz polgármestere, dr. Sepsi Tibor alkotmányjogász, Viktora Zsolt, Zugló önkormányzati képviselő. Beledöglünk a bizottság működésébe, ugyanis a struktúrát leírja a jogszabály. Bizottságot úgy lehet fölállítani, hogy két belső tagnak kell lenni, és két külső tagot lehet hozzá meghívni. Az azt jelenti, hogy 11 fős a testületünk, abból polgármester, alpolgármester nem lett bizottsági tag, marad 9 fő, a 9 főt el kell osztani 6-tal a 6 bizottságba. Tehát gyakorlatilag átfedések vannak a bizottságba. Nekem régi álmom volt, hogy ilyen beszélgetéseket szervezek, és ennek az áll a hátterében, hogy naívan hiszek abban, hogy egy jó beszélgetés az közelebb hozhatja az embereket egymáshoz, és meg tudunk érteni dolgokat, meg tudjuk érteni, hogy miért úgy történnek, hogy mi történik velünk, mi történik a közösségünkben, és miért úgy történik. Azt is lehet érzékelni, hogy ezt egyre nehezebb ilyen beszélgetéseket kezdeményezni, és ebben benne van az a fajta szétszakítottság, amiben élünk, hogy nem tudjuk meghallgatni egymást, tehát hogy nem vitázunk, hanem veszekedünk, vagy vagdalkozunk, vagy bántjuk egymást, holott azt gondolom, hogy bármelyik oldalon is áll valaki, végső soron mindig valami jó vezeti őt, és hogyha ezt ideig el tudnánk jutni, és meg tudnánk érteni a másik végső motivációit, akkor nem tartanánk itt. Most én az önkormányzatiságot hoztam be első témának, mert azt gondoltam, hogy itt a helyi ügyekben talán jobban lehet az embereket megszólítani ezzel a témával, de itt is kiderült, hogy mennyire el vagyunk idegenedve a saját közösségi ügyeinktől. Nem értjük, hogy mi történt az önkormányzatiságban, nem értjük, hogy milyen törvények születtek, és hogy ez hogyan csapódik le a mindennapi életünkben, mert hogy lecsapódik, tehát hogy mindaz, ami a alkotmányban és az alaptörvényben változás, vagy az önkormányzati törvényben változás, az nagyon is lecsapódik itt a mindennapi életünkben, és ez a beszélgetés alatt nagyon szépen kiderült, hogy kerülünk abban csapdába, hogyha nem értjük, nem tudjuk, hogy mi történt nagyban, akkor nem fogjuk érteni, hogy miért nem tudunk előre haladni, mondjuk itt Pomázon a főutca felújításával. Alapvetően politikai jellegű témákat választok majd nagy témákat, például a választási rendszerrel kapcsolatos témát, vagy az alaptörvény, alkotmány alaptörvény viszonyával kapcsolatos témákat, de legközelebb például a korrupció témáját választottam, mert így megfuttatva a közösségben, a kis közösségben, ahol én működöm, ott ez egy érdekes téma. Viszonyult, és elfogadtam ezt a felvetést, hogy ez egy mindenkit érintő téma, elég húsba vágó, és nagyon sokféle fajtája létezik, és nagyon jó lenne megérteni azt, hogy ki hogy van ebben benne például. De hogy az a szándék vezet, hogy megértessem az emberekkel, hogy ami nagyban történik a nagy politikában, az igenis konkrétan az ő életükre hatással van, konkrétan lecsapódik a mindennapjaikban, és hogy ezeken ők nem kívül állnak, tehát hogy mindannyian részesei vagyunk ennek, és mindannyian alakítói is vagyunk ennek, és nagyon jó volna ezt felismerni, hogy nem csak az elszenvedői lehet
lehetünk, vagy lehetnénk ennek, hanem a formálói is. Mindig mások, mások lesznek a vendégek, tehát az aktuális témának megfelelő. Én óriási erőfeszítéseket tettem most is azért, hogy a nemzeti oldalról, a kormány oldalról is megjelenjen itt ezen a beszélgetésen politikus, vagy szakértő, vagy hozzáértő, és végül nem sikerült ezt elérnem. Remélem, hogy lesz olyan alkalom, amikor ez sikerül, és tényleg egy több oldalú vitában lehet részünk, és nem csak egyfelé tudunk gondolkodni, hanem közösen tudunk gondolkodni. Köszönöm. A szeptember 13-án véget ért online konzultáció a budakalászi félelkerülő út bekötő útja elérjen-e a Klisovác utcáig témában. Az eredmény szerint a Klisovác és a környező utcák lakóinak döntő többsége elutasította a Klisovác utca aszfaltozását. A válaszolók ugyanakkor támogatták a félelkerülő út megépítését és annak a Vörösmarty utca felé tartó leágazását. Az önkormányzat a lakók többségének véleményét fogja képviselni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel folytatott tárgyalások során. Még alig kezdődött el a tanév, és már is itt az őszi szünet, ami október 25-től 29-éig tart. A szünidő alatt a gyermekétkeztetésről az önkormányzatnak kell gondoskodnia. A pomázi polgármesteri hivatal postai úton megküldte azon gyermekek szüleinek a szünidei étkeztetés feltételeiről szóló tájékoztatást és az igényléshez szükséges nyilatkozatot, akik a jogszabályban megállapított feltételek szerint a jogosultsági körbe tartoznak. A kitöltött nyilatkozatot október 8-áig kell visszaküldeni. Szeptember 18-a a Kulturális Örökség napja. A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár, az Igazi Oliva és a Pomáz Barátai Társaság egésznapos programmal várta az érdeklődőket a Pomázi Tájház udvarába. Tárlatvezetés, népi játszóház, nemzetiségi ételkóstoló és gasztronómiai különlegességek várták a látogatókat. A napot a Batyu Borbély Duó fergeteges koncertje zárta. A Magyar Közút ZRT szeptember 20-a és október 1-e között újra aszfaltozza a 10-es főút Pilisvörösvári 1700 méteres szakaszát. A beavatkozás időtartama alatt forgalomkorlátozásra, félpályás útlezárásra, illetve sebességkorlátozásra kell számítani. A régióban közlekedők jelentősen megnövekedett menetidővel kell, hogy kalkuláljanak, alternatív útvonalként a Pilis-Szent Iván, Solymáron keresztüli kerülőutat javasolják. Újra beindult a kastélyban a moziklub. A moziklub ingyen látogatható, de adományt szívesen fogadnak. A Pomáz Kft. Központjában elkészült az első olyan értéknövelő építés-felújítás, amely prezentálja elkötelezettségüket a város vagyonának gyarapítása érdekében. Az elkészült lakást bérbe kívánják adni. A bérleti díjból befolyó összeget további értéknövelő, bevételt generáló felújításokra kívánják fordítani. A lakás elkészülte alkalmából a Pomáz Kft. Munkatársai egy szerény átadó ünnepséget, állófogadást szerveztek. Ez nem egy lakás volt, hanem ez egy portásfülkéje volt az itt működő Kft.-nek. Hát pontosabban valamilyen ipari célra használták, aztán később lett belőle egy portásfülke. Most szépen fel van újítva, tehát most teljesen úgy néz ki, mint egy korszerű lakás. Igazából a Kft. Azt a feladatot kapta, hogy magát az egész ingatlant kezdje el rendbe hozni, hogy ez pomáz dísze lehessen. Korábban beszéltem már róla, hogy ide egy 20 lakásos társasházat terveztek volna, de hát
megvettük, és így nem adatott meg a lehetőség, hogy itt társaság alakuljon ki. Itt az itt lévő építmények egyrészt a KFT üzemeltetését szolgálja, ugye itt van elhelyezve a közterületfenntartás és a közterületfenntartásnak a gépei, illetve a KFT-nek a saját eszközei, és azokat a helyiségeket, amelyek nem kellenek a KFT üzemeltetéséhez, ezeket pedig olyan szintre kell kialakítani, hogy ez bérbeadható legyen, ezáltal a KFT-nek lesz bevétele, és hát ebből a KFT működését fogja biztosítani, és hát ez az első ilyen kis lépés, amit megtett a KFT. Hozzáteszem, hogy ebben az évben, ugye most az évközben alakult meg a KFT, illetve évközben vettük meg a KFT-t, tehát még mindig nem vagyunk túl az adminisztrációs terheken. Júliusban kezdte meg a KFT az üzemeltetését, vagy a működését, és az mellett, hogy üzemelteti az iskoláinknak a konyháit, üzemelteti a város közterület fenntartását, nagyon csekély lehetőséggel, létszámmal, csak a bérkeretet és a járulékokat tudtuk átadni a KFT működéséhez, és annak viszont nagyon örülök, hogy a KFT-nek már van annyi saját bevétele, hogy alkalmas volt arra, hogy kialakítson ebből a portásfülkéből egy két kis szobából álló, fürdőszobából, konyhával rendelkező kis helységet, amit bérbe tud adni. Talán az önkormányzat valamelyik olyan hiány szakmát jelentő majdani alkalmazottjának, aki lehet egy orvos, lehet egy óvónő, de akár piaci alapon is meg fogja tudni hirdetni. És hát bízom benne, hogy folytatja majd a felújítást. Természetesen azt tudni kell, hogy ez az épület, ez egy ipari célra szolgáló épület volt, ipari épület volt. Az ipari épületnek ugye megvannak a maga korlátai, hogy mit lehet megcsinálni, meg mit nem lehet megcsinálni. Ugye itt kézenfekvő volt, hogy ez egy átalakítható, van ott egy lenti rész, ami átalakítható, akár ilyen nővérszálló jellegű lakrészé, bár erre úgy tudom, hogy most van egy érdeklődő, aki egy hangszergyárat szeretne ide hozni és bérelni, és akkor lehet, hogy neki szüksége lenne arra a területre, tehát akár azt is meg lehet csinálni, illetve most ezen a ingatlanon kívül mondom, hogy igen, van olyan elképzelés Pomázon, hogy azokat a pomázi ingatlanokat, amelyeket a tulajdonos nem használ, mert külföldön van, vidéken van, tartósan, ezeket az ingatlanokat esetleg, hogyha az önkormányzat bérbe venné, tartós bérbe, itt 5 évre, 10 évre gondolok, és itt helyeznénk el olyan hiány szakmákba érkezőket, mint például orvos, gyerekorvos, és így kínálnánk lakhatási lehetőséget, akkor talán könnyebben tudnánk ilyen szakmákat betölteni, óvónő, ilyen szakmákat betölteni, de hát ennek a konstrukciónak a kidolgozása ez most van folyamatban. A KFT-nek ez benne van a tevékenységi körébe, ami a ZAPEC-nál le lett jelentve. Nem csak bérbeadással, lakásbérbeadással, hanem helyiségbérbeadással is foglalkozik. Saját tulajdonú ingatlan bérbeadással is foglalkozik. Ez a fő tevékenység egyébként a KFT-nek, és hát így fogja ezeket a helyiségeket is bérbeadni. Aztán, hogyha majd egy kicsit előrébb megyünk az időbe, és bízom benne, hogy sikerül olyan szinten fölépíteni a KFT-t, hogy legyen arra is kapacitása, hogy az önkormányzati lakásokat, szociális bérlakásoknak a felújítását is, üzemeltetését is a KFT végez, és itt nagyon fontos az üzemeltetés. Tehát ez így nem működik, hogy az önkormányzat szociális bérlakásként odaadta valakinek a düledező félben lévő épületet, és gyakorlatilag addig, ameddig az nem lesz dózerra érett, mert hogy már nem lehet vele semmit csinálni, mert olyan lelakott állapotban van, addig használja ki benne lakik, és utána pedig továbbáll. Tehát mindenki tudja, akinek háza van, hogy egy házat, egy lakást, ezt karban kell tartani. Itt ha lecsúszik a cserép, akkor azt vissza kell tenni, meg kell igazítani, különben tönkre megy. És hát ezt szeretnénk, hogy a KFT egyik divíziója az alkalmas legyen arra, hogy épületüzemeltetést, lakásüzemeltetést is tudjon csinálni.
Szeptember 17-én pénteken 18 órától képviselőjelölti vitát tartottak a Pest megye 3. egyéni választókerületben előválasztáson induló jelöltek között. A jelöltek ismertették programjaikat, illetve röviden bemutatták eddigi tevékenységüket. A jelöltekkel készített riportokat a későbbi adásunkban láthatják majd. 2019-ben kapta vissza a Sashegyi Sándor iskola azt a használaton kívüli üres területet, mely korábban is az iskola tornapályájaként volt használatban, de időközben a városvezetés számos egyéb célra használta azt. 2021. szeptember 15-én végül sikerült méltó módon lezárni a projektet és megünnepelni a sikeres megvalósítást a támogatókkal, városvezetéssel, tankerületi vezetőséggel, az MLS-szel, dr. Vitályos Eszter államtitkárasszonnyal és az iskola diákjaival. Az ünnepélyes szalag átvágás következik, amelyre kérem a gyerekek segítségét is a szalag tekintetében. Meg is van, elsőként szólítom Kapin Györgynét. Verebélyi Gábor Ákos következik. Dr. Vitályos Esztert kérem. Dunai Antalt szólítom. Nagy Koppány Lászlónét kérem. Leidinger Istvánt kérem. És kérek szépen egy diákot, Kozsik Abigélt. Gyere, Abigél. Föl, kérjük, tekintsenek föl ide ránk. Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvény sorozat kiemelt helyszíne lesz Pomáz. A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel hív mindenkit szeptember 24-én 13 órára az ünnepélyes megnyitóra és az azt követő programokra. A rendezvényt Vitályos Eszter államtitkárasszony nyitja meg. A rendszerváltás után regnáló testület úgy döntött, hogy szeptember 23-át kinevezi Pomáz napjának. És hogy miért ezt a napot? A néphagyomány ugyanis azt tartja, hogy 1845-ben e napon járt Petőfi Sándor Pomázon barátaival, és megmászta az irdatlan meredek kőhegyet. Pomáz várossá válása óta mindig a dátumhoz legközelebb eső hétvégén ünnepli a napot. Az idén ez szeptember 25-e lesz. A már hagyományos családi és civil nap minden évben tartogat valami újdonságot, helyszíne a Pomázi Művelődési Ház és az előtte elterülő zöld terület. A civilek, egyesületek és baráti társaságok sátrakban fogadhatják tagjaikat és barátaikat, a legtöbben közülük bográcsban főznek is. Egymást követik a műsorok és a különböző bemutatók, a gyermekeket játszóház várja, a szabad téren vásárosok kínálják portékáikat, már csak az időjárást kérjük, hogy kedvezzen a rendezvénynek, jöjjenek, töltsünk együtt egy vidám napot. Kedves nézőink, híreinket hallották. Ennyi idő után visszamenni dolgozni. Persze, hogy félek. Gondolj csak a reggelekre, őrület lesz. Anya, kell. Nem akarok nektek csalódást okozni. Otthon maradsz, sajnálom. Anya. Hogy fogom összetartani ezt a családot? Majd együtt megoldjuk. Te, meg én, meg a családunk. Ha húgod is tud segíteni, számíthatsz ránk. Ne félj a nagy lépésektől. A Magenta egy rugalmasan alakítható digitális kelléktára segít, hogy igazi csapatként álljon mögötted a család. Végre megteheted. Telekom. Kedves nézőink, ezután a hosszú hírek után jól fog esni egy kis torna. Tartsanak velem. Üdvözlök mindenkit! A mai alkalommal folytatjuk a meditáció gyakorlását. Ezt most megteheted ülve vagy fekve. Fekve a hátadon, fekve,
a lábaidat térdbe felhúzva, a karjaidat a tested mellett pihentetve. Vagy ülve egy kényelmes fotelban, ami megtartja a derekadat, a hátadat és a nyakadat is. A mai alkalommal egy utazásra invitállak a belső világodba. Kezdjük el. Légzéssel kezdjük. Nagy, teljes belégzés. Lassú, hosszú kilégzés. Belélegzem a fényt, a szeretetet. Kilélegzem a félelmeket. Lassú, hosszú, mély belégzés, elnyújtott kilégzés. A belégzésed hossza legyen egyenlő a kilégzésed hosszával. Belégzés, kilégzés. Egy, kettő, három, egy, kettő, három, egy, kettő, három, egy, kettő, három. Nyolc teljes belégzést fogunk így csinálni. Kérlek, koncentrálj a belégzés és a kilégzés hosszára. Koncentrálj a levegő útjára. Figyeld magad, figyeld a légzésed. Ez töltse be a koncentrációdat. Belégzés. Kilégzés. Belégzés. Kilégzés. Folytasd tovább a saját ütemedben. Ha megvolt a nyolc légzés, zengetéssel fogjuk folytatni. Az M hangot fogjuk zengetni, nagy levegőt veszünk hasba és tüdőbe, majd a kilégzéssel zengetjük az M hangot, mint egy kis méh. Saját ritmusodban, kérlek, csinálj 8 zengetést. Az új begyeid összeérintésével le tudod számolni a 8-at. Kezdjük el.
Megvolt a 8 zengés, most 8 légzést fogunk csinálni. Kérlek, a kilégzésre figyelj, és minden egyes kilégzéshez társíts egy téged zavaró érzést, élményt. És képzeld el, hogy kilélegzett őt minden sejtedből, minden egyes porcikádból, és eltávozik, és fény lesz belőle. Belégzés, kilégzés. Elengedem a problémáimat, feszültségemet, fájdalmaimat. Csukd be a szemed, keresd meg belül a fájó, zavaró pontjaidat. És minden egyes kilégzéssel képzeld el, hogy kilélegzed ezt. Majd ahogy eltávozott a testedből, köddé fénnyé válik és elillan. Kezdjük el. Befejeztük a feszültség kilégzését, töltsünk be örömet és szeretetet. Minden egyes belégzéssel elképzelem, hogy fényt, békét, szeretetet és örömet lélegzek be, és ez szétárad minden porcikámba.
Majd újra zengetéssel folytatjuk. Ommot fogunk zengetni. A zengetés folyamán figyelj a hangra, élvezd a hangot. Érzékeld, ahogy megrezegnek tőle a csontjaid, a belső szerveid, az üregek a testedben. Élvezd, figyeld, kezdjük el. Hunyd be a szemed, és 8 légzéssel, 8 ommal folytassuk. Folytasd a saját ritmusodban. Béke van bennem, az életemben minden rendben van. Szeretet, egészség, elégedettség vesz körbe. Szeretem magamat, és szeretek másokat. Szeretem a világot. Türelemmel és békével fordulok magam felé és embertársaim felé. Szeretem magamat, szeretem a családomat, szeretem a világot. Béke honol bennem. Elégedettség tölti el minden porcikámat, minden sejtemet. Olyan vagyok, mint a nap. Fényt, szeretetet és világosságot árasztok. Magamba, magamból és mások felé. A szeretetem betölti a szobát, ahol vagyok. Körbejárja a házat, az udvart, a várost. Ez a szeretet mindig bennem van,
soha nem múlik el, és mindig fénylik. Bármilyen állapotban és helyzetben vagyok. Bezárom magamba, mint egy kis magot. Tudom, hogy mindig visszautazhatok ide. Egy utolsó nagy légzéssel elbúcsúzom ettől a meditációtól. Kényelmesen a saját ritmusomban kinyitom a szemem, megmozgatom a testrészeimet, tudatosítom magamban, hogy újra itt vagyok a hétköznapokban. Megköszönöm magamnak ezt az utazást. Köszönöm én is nektek. Járjatok békével. Szeretet van bennem, és vidáman folytatom tovább a napomat. Köszönöm, egészségetekre! Molnár Szabolcs Sztárportré sorozata következik. Sztárportré a YouTube-on is. Mindannyian különbözőek vagyunk. De van valami, amiben egyetértünk. Vannak közöttünk barátok, és vannak ismerősök. Időnként a különbözőség. Máskor a hasonlóság, ami összehoz minket. Néha az ismeret. Máskor a tapasztalat, amit megosztunk egymással. Számítunk egymásnak. És számíthatunk egymásra. Beszélgetések, ismert emberek és mély témák hétről hétre. A Sztárportré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Neked arra van időd, amire szeretnéd, hogy legyen? Egyébként nagy részben igen, arra van időm. Én mindig azt mondom, hogy mindenre, nyilván a munkát azt nem lehet el. Tehát, ha munka van, akkor menni kell. De onnantól kezdve azért van az a pont, amikor azt mondom, hogy most már elég, és akkor másra szánom az időt. Hát leginkább most, ugyebár hát nem csak most, a családomra. A család. Pont akartam is kérdezni, hogy az emberben lehet, hogy egy idő után ez fordul, hogy van, aki azt mondogatja, hogy a munka az első, van, aki azt mondogatja, hogy a család az első. Te mondogatod valamelyiket? Én egyiket sem mondogatom. Én azt gondolom, hogy mind a kettő egyformán fontos, mert a munka az egyrészt, például az én munkám, az egy olyan munka, ami feltölt, ami kikapcsol, amit szeretek. Az az igazság, hogy a család is nagyon-nagyon fontos, sőt, a család a legfontosabb, mert nincs az a munka, amitől az ember elhanyagolja a családját. Nincs az a munka, amitől az ember elhanyagolja a családját. Általában rászoktál érni egy kicsit? Hogyha ugye mindennapokban valaki megkérdezi, hogy ó, szia Gabi, ráérsz egy picit? Attól függ, mikor kérdezik meg. Mert például, amikor a gyerekeknek óviszünet van, és nincsenek óvodában, akkor nem érek rá. Tehát akkor nagyon nehezen tudom, sőt, nem is tudom kb. Megoldani, csak nagyon ritkán, hogyha tényleg olyan van. De első körben azt mondom, hogy nem. Most 3 hétig itthon vannak, most a gyerekeké a főszerep. A gyerekeké a főszerep. 5 évesek a gyerekek. Igen. És ikrek. Igen. Ezt csak mondom a nézőknek. Mi az, amire mindig szánsz időt? Én azt gondolom, hogy időt mindig mindenre lehet szánni, csak valamikor nehéz megoldani. Amire, tehát vannak dolgok egyébként, amire sajnálom az időt, de meg kell csinálni, mint a teregetés például. Tehát, hogy ez egy haszontalan dolog, de meg kell. Mi állunk minden nap, megy a mosógép, minden nap.
Le kell szedni a tiszta ruhát, el kell rakni, ki kell teregetni. Hát lehet, hogy egyébként tényleg egy kis pénz befektetéssel, egy szárítógéppel vennél magadnak időt. Azt mondod, egyszer csak a férjeddel összebeszéltek, hogy vegyünk időt. A teregetésre minden nap elmegy 45 perc. Azt, hogyha összeszámoljuk és forintosítjuk, akkor veszünk egy szárítógépet, nyertünk napi 45 percet. Igen, csak hogyha azt veszed, hogy igen, elmegy fél óra ezekkel a dolgokkal, de mire lemegyek a pincébe, mert például csak ott férne le a szárítógép, meg mire visszajövök, öt rácson kell keresztül menni, nem? Nem kertes házba lakunk, ezt most így kell megoldani, teregetek szépen ügyesen. Szoktál behavazódni? Igen, például most ez egy ilyen időszak. Mostanában? Mostanában, igen, hát egy lemezkiadóba dolgozok, és a Helm Musicban is például most, hogy lemez megjelenés volt, de viszont már elő kell készíteni a következő lemezt. Ez például egy olyan, hogy most az alvás, picit az alvás rovására megy. Hát pont akartam kérdezni, hogy honnan lehet a te életedben lefaragni időt? Van olyan tevékenység, ahonnan tudsz nyerni, szerezni egy kis időt? Nem az alvásra gondolok, mert az azért jó, ha megvan. De nincs. Van, amiből tudsz egy picit? Nem, nincs. Valahonnan biztos lehet? Nem? Honnan? Hát nem tudom. Hát de... nem megyek-e bevásárolni, nem, akkor nem lesz friss pékáró gyerek. Hát lehet, meg lehet rendelni a bevásárlást. De ahhoz meg otthon kell ülni, ahelyett, hogy közben meg elmegyek és nem mindent csinálok. Akkor nem onnan. Aztán valahonnan biztos lehet nyerni egy kis időt, nem? Nem. Nem. Nem lehet? Nem, mert egyébként meg ezek ilyen nem mindennapos történetek, ezek vannak ilyen időszakok, hogy mondjuk nem tudom, két hét most nagyon húzós, de utána azért nekem mindig mindenre van időm. Mindig mindenre van időm. Neked arra van időd, amire szeretnéd, hogy legyen? Arra is van időm, hát a munkám elég hektikus, és amikor munkám van, akkor nekem az az első. Mindig? Tehát ez szinte egy mondás az életedben, abszolút, hogy a munka az első? Így van, nálam a munka az első. És ha a fiad felhív, hogy apa, ne haragudj, hogy most hívlak, de segíts kérlek. Hát az más, az megint egy másik dolog. Attól függ, hogy akkor, hogyha el tudom csúsztatni a munkát, vagy olyan munka van, amit ki tudok szakadni, mert egy színházi előadást nem tudok otthagyni, egy filmforgatást nem tudok otthagyni. Egy szinkront, azt meg tudom kérdezni, hogy tudjuk-e folytatni máskor, mert ott is eléggé be van osztva. Tehát az, nekem az idő az be van osztva mindig, és akkor ha ott vagyok, azt csinálni kell. De általában az én fiam elég nagy fiú, és megoldja a dolgait, de hogyha bárki más hív, hogy gond van, probléma van, próbálok neki segíteni, de nekem a munka az első, és azután jön minden más. Odaadtad magad a köznek. Odaadtam magam a köznek, az de emberiségnek. De ez egy nagyon nagy társas játék, amiben én benne vagyok, mert a színház az egy nagy játék, és egy nagy társas játék, amiben többen vagyunk mi játékosok, és hogyha valaki ezt nem csinálja a teljes odaadással, akkor nem jutunk el soha a célig. Akkor te jó játékos vagy, mert be van írva a naptárba, akkor az ott van, kőbe van, naptárba van vésve. Ez így van, és én vagyok az, aki egy percet nem késik, mert ez is hozzátartozik ehhez a munkához, hogy precízen meg kell jelenni. Általában rá szoktál érni egy kicsit? Abszolút, tehát vannak periódusok, amikor elég nagy szünet van benne, vagy van egy pár nap szünet, vagy van egy fél nap szünet. És azokat az időket viszont én kitöltöm, akkor rohanok vissza a Balatonra. Rohanva? Hát persze, mert akkor meg ki kell használni minden kis időt arra, hogy az ember kikapcsolódjon, pihenjen. Mi az, amire mindig szánsz időt? Hát a családra mindenképpen szán az ember időt, mert az nagyon fontos, az hozzátartozik az élethez, arra időt kell szánni. Egy fiad van, Zétény, 17. Igen, 17, így van. De hát van édesanyám, édesapám, család, unokatestvérek. Tehát akkor rájuk is rendszeresen mindig direkt szánsz. Igen, vannak idők, amik arra van számva, hogy együtt legyünk. Beírod a naptárba egyébként? Be, abszolút, sőt, úgy szervezzük, hogy úgy mindenki ráérjen. És erre szánok időt. A barátokra mindenképpen szánok időt, azokkal a barátokra, akik fontosak nekem. És ami időpazarlás? Nem nagyon emlékszem arra, hogy mivel pazarolom az időt.
tulajdonképpen azzal pazarolok időt, ami hozzátartozik a munkánkhoz, például egy forgatáson, amikor átállnak és világítanak, mert az nagyon hosszú idő nekünk, és ott semmit nem tudsz csinálni. Zente Feri bácsi mondta, az Olikán forgatáson egy a lényeg, gyorsan szerez egy széket, mert oda mindig le tudsz ülni, és azon mindig el tudsz aludni. Én ezt egy kicsit tovább fejlesztettem, mert a forgatásra szerez egy ágyat. Nem ágyat, hanem viszek magammal könyvet. És ott például azt az időt, azt a felesleges időt is ki lehet azzal tölteni, hogy az ember olvas. Behavazódni szoktál? Itt. Ott? Hát az is olyan egyébként, én amikor besokall az ember. Amikor nagyon-nagyon soknak érzed azt, amit nem bírod. Tanulni kell, és, uh-huh. és tényleg, tehát attól leszek ideges, és a környezetemmel egy kicsit mogorva, amikor rengeteget kell. Tudom, hogy most ezt tanulni kell, nem tudok menni sehová, otthon kell lennem, és tanulnom kell. És akkor, amikor először megkapom így a szöveget, hogy valamit, mennyi. Jó, és akkor így ráül egy ilyen üllő ide a fejemre, a szívemre egy súly, és amikor már úgy átláttam pár nap múlva, amikor már úgy áttanultam a dolgokat, akkor úgy kezd ez felszakadozni, a kedvem is visszajön, és akkor, amikor meg ott vagyok a forgatáson, vagy a színdarabban, és így megy a szöveg, meg én akkor mondom, mit izgultam ezen? Hát lehet, hogy neked egyébként ez kell, ez a súly, csak nem tudom, a szívedre mondtad, hogy oda kerül a súly. Igen. Hát mondtam, én nem kívánok a szívedre ilyen súlyokat. Hát ez kell hozzá, hogy az ember megtanulja, és precíz legyen abban, amit csinál. Na, hát igen. Levagdosni időket tudsz valahonnan nyerni egy kis? Nyerni a profizmussal lehet időt, ezt szoktam mondani, mert ugye egy szinkronban mondjuk kiírják azt a tekercszámot 3 órára, és én megcsinálom 2 óra alatt, akkor nyertem egy órát. Nyertem egy órát. Neked arra van időd, amire szeretnéd? Ha röviden kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy igen. De mivel te bőbeszédű ember vagy. Így van, ki is fejtem természetesen. Tényleg van időd mindig bőségesen beszélni. Ez azért érdekes, mert ezt már megfigyeltem magamon, hogy akkor szeretek, és akkor tudok sokat beszélni, hogyha kérdeznek, hogyha kíváncsiak rám, hogyha valakit érdekel valami akár rólam, vagy akár bármi olyan információ, amiről én tudok beszélni. Ilyen esetekben nagyon szívesen beszélek, és hát nincs is probléma szerintem azzal a mennyiséggel, amennyit beszélni tudok, de ne, a hétköznapokban természetesen nem szoktam ok nélkül folyamatosan beszélni, azért van, amikor csöndben vagyok. Egyébként, szerintem igen. Lehet, hogy a szómenők azt gondolják magukról. Vagy magukról. Csak nem veszem észre. Hát ezt akartam mondani, lehet, hogy mi azt hiszük, hogy nem veszem mi észre. Csendesek vagyunk, persze, mi nem beszélünk. Azért vannak olyan közeli barátaim, akik valószínűleg szóvá tennék, hogyha túl sok lenne. Még ez nem történt meg. Szólnának? Biztos vagyok benne. Lehet, hogy ők még többet beszélnek, nem tudom. Hát lehet, hogy ezt mi érezzük másként. Én úgy érzem, hogy a hétköznapokban egy picit másképp működök, mint akkor, amikor enyém a lehetőség. És... a beszédre. Így van. Általában rá szoktál érni egy kicsit? Beszélgetni, hát, vagy úgy bármire? Arra is, de úgy amúgy, ha tényleg felmerül valahogy, ó, Iván, de jó, hogy itt vagy, ráérsz egy kicsit? Én nagyon szeretem azt, amikor mindent össze tudok hozni. Hát, tehát mindenki szeret. És nyilván igyekszem is úgy csinálni, hogy ez össze is jöhessen, de tény, hogy igen, ezek nagyon, nagyon komoly egyeztetést igényelnek. Ha spontán, akkor nyilván próbálom úgy csinálni, hogy amennyire lehet úgy rendezgetni a dolgokat, hogy ez beleférhessen. Mi az, amire mindig szánsz időt? Hát nem hiszem, hogy nagy titkot árulok el ezzel. Természetesen az éneklésre mindig van időm. Szerintem gyakorolni? Nem telik el olyan nap. Arra gondolsz? Gyakorolni? Igen, igen, igen. Illetve ezen kívül még, ami ilyen szabadidős tevékenységként nekem nagyon, nagyon kedves, az a versek. Én nagyon szeretek verseket olvasni, verseket értelmezni, verseket a saját ízlésem szerint értelmezni, és ezeket nagyon szeretem, amik elnyerik a tetszésemet, megtanulni. És egy-egy ritka alkalom az ilyen, de egy-egy alkalommal akár ezeket el is mondani. Úgyhogy ezek azok, amikre azért szoktam rendszeresen időt szakítani, hogy szinten tartsam a lelki békémet. Nagyon sokszor van, hogy
akár megyek valahová, ülök a buszon, ülök az autóban, vagy egyáltalán csak sétálok, és valami nyomaszt, vagy valami problémám van, akkor egy vers így hirtelen beugrik, és akkor azt így végig mondom magamban, és van nagyon sokszor, hogy ez meg is nyugtat. De jó. És te tényleg végigmondod, de hát amúgy én azt hiszem, sejtem, hogy miért, mert te egyszerűen csak énekes színész leszel, vagy színész énekes leszel. A tervem az ezen dolgozom, mondod. Hogy ez egy kicsit ilyen párhuzamos vonal legyen az én életemben. Szoktál néha behavazódni? Rendszeresen. Sok minden van, sok felé szakad az ember, mindenhol szeretne megfelelni, én meg szerintem különösen, én nagyon maximalista vagyok, és nagyon szeretek mindenhova maximálisan felkészülten menni. Ez nem mindig egyszerű, és ez is sokszor jár áldozatokkal, de azért mégiscsak ez egy édes teher, szerintem. Hát egy darabig, míg aztán össze nem roskad az ember, azt mondod, hogy mindenhol meg akar felelni, behavazódik, és utána már feszítenek a terhek, hívogatnak mindenhonnan. Iván, hát már akkor mikor lesz már ez kész? Ivánkám, tudod, hogy itt kell lenned 5-kor? Utána már hívnak, hogy 6 órára, akkor várunk, Iván. 7-kor akkor ugye ott leszel, és már mindenhonnan hívnak, és nem bírom tovább. Szokott lenni ilyen, de nem tudom, hogy ez csak ilyen égi áldás vagy segítség, de nem gyakori az, hogy szétcsúszok. Neked arra van időd, amire szeretnéd? Hát szoktam mondani, hogy semmire nincs idő, de nagyon meghatározza az életemet tulajdonképpen az idő meg az óra. És ez valamikor nagyon fiatalon, amikor kikerültem Hollandiába, ott tanultam meg igazán, hogy az idő az egy nagyon fontos dolog az embereknek. Amikor megbeszélésre érkeztem 11 órára, és 11 előtt 5 perccel persze ott voltam, és akkor azt mondták nekem, hogy hú, hát azt mondja, késtél. De mondom, a 11 lesz 5 perc múlva. Azt mondja, a 11-es megbeszélés az mindig negyed órával előbb van. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt ott nagyon megtanultam, és nagyon belém nevelték azt, hogy nagyon pontosnak kell lenni. És ez hozott az életembe egy olyan, úgymond átalakulást, hogy a zenében is nagyon-nagyon fontos az, hogy a pontos idő. Ugye szokták mondani, hogy minden zenészt az határoz meg, hogy milyen az ideje, milyen a time-ja. Az angolok vagy az amerikaiak szokták mondani, hogy jó a time-od, akkor jó zenész vagy. És én úgy gondolom, hogy minden az időtől függ, akár a vezetési technikád, a ritmustól, az időtől. Tehát nagyon fontos az idő és az időbeosztás számomra. És mi az, amire mondjuk te azt mondod, hogy az időpazarlás? Olyat biztos nem csinálsz, nem fordítasz rá időt. Hát, csak úgy elütni az időt, és akkor lofrálni, és semmit tenni, az nekem nem megy. Tehát az, hogy szokták mondani sokan, hogy a rédes semmit tevés, én ezt a fogalmat sajnos nem ismerem, mert abban a pillanatban elkezd mozogni valami az agyamba, és akkor mindjárt kitalálok magamnak valamit, hogy elfoglaljam magam. Tehát én úgy gondolom, hogy ha az ember teheti, akkor ki kell használni ezt az életet. A hátra lévő időt. Így igaz. És szoktál néha behavazódni? Eléggé beszoktam havazódni, és tornyosulnak a megoldandó dolgaim, de úgy nagy segítségemre van ugye az én feleségem, aki egyébként a mi saját menedzsmenti irodánkat, viszi a Charles Music művészeti produkciós irodát, ami nem csak az én menedzsmenti feladatomat látja el, hanem a lányokét is, és az összes koncertünket, az összes megszervezett felvételinket, megbeszélésünket ő szervezi. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nekem tulajdonképpen ő szépen behozza a napomat és az időmet, és azt szerint jövök, megyek. Nyerni a profizmussal lehet időt. Nyerni a profizmussal lehet időt. Nekem mindig mindenre van időm. Mindig mindenre van időm. Az éneklésre mindig van időm. Nagyon szeretek verseket olvasni. Ezek azok, amikre azért szoktam rendszeresen időt szakítani, hogy szinten tartsam a lelki békémet.
Szeptember 15-én ünnepélyes keretek között átadták a Sashegyi iskola tornapályáját. Tisztelettel köszöntöm Leidinger Istvánt, Pomázváros polgármesterét, Verebélyi Gábor Ákost, Váci tankerületi központ igazgatóját, dr. Vitályos Esztert, Európai Uniós fejlesztés politikáért felelős államtitkárt, Dunai Antalt, olimpiai bajnok, európai ezüstcipős volt válogatott labdarúgót, és az olimpiai válogatott korábbi szövetségi kapitányát az MLS képviseletében. Köszöntöm Egervári Sándort, a felnőtt magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitányát, volt sashegyis diákot. Tisztelettel köszöntöm Kálmán Mártát, Váci tankerületi központ gazdasági vezetőjét. Kapin Györgynét, a Sashegyi Sándor általános iskola és gimnázium megbízott igazgatóját. Nagykoppány Lászlónét, a Sashegyi Sándor általános iskola és gimnázium igazgatóját. Köszöntöm az iskola vezetőségét, helyi képviselőtestület megjelent tagjait, a projektet támogató cégek megjelent képviselőit, Halmai Gábort, a pomázi Egervári Halmai focisúriese elnökét, a sashegyi pedagógusokat és diákokat, valamint a Pomász TV-t, aki a média képviseletében megjelent. Kedves vendégeink, a köszöntők következnek. Felkérem Leidinger Istvánt, Pomázváros polgármesterét, magyar rövid köszöntőjét. Köszönöm szépen, államtitkárasszony, kedves megjelent vendégek, engedjék meg, hogy az első, ja, kedves igazgatóasszony, és az első köszöntőm az úgy szóljon, hogy Pomász díszpolgárát, Egervári Sándort is köszöntöm, mint Pomász díszpolgára, és néhány hónappal ezelőtt, amikor Sándor és Pintér Sándor betöltötte a 70. életévüket, akkor emlékeztünk meg, hogy vajon milyen fűnő itt Pomázon, ami ilyen kiváló futballistákat nevel, és hát most beszélgettünk Sanyival, hogy hát ő bizony itt ezen a gyakorlókerten még ásott, aztán majd nem sokkal később talán még focizott is ezen a salakos pályán, és hát most ez a salakos pálya megújult, lett belőle egy magasabb, korszerűbb minőségű focipálya. Hát bízom benne, hogy szolgálni fogja a felnövekvő ifjúság egészségét, életét. Támogatóknak tisztelettel köszönöm a támogatást, és hát használják egészséggel a pályát. Köszönöm szépen! Dr. Vitályos Eszter államtitkár köszöntője következik. Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt díszpolgár úr, kedves vendégek, kedves gyerekek, nagyon nagy szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos napon a Sashegyi Általános Iskola és Gimnázium új sportpályájának avató ünnepségén. Jó érzés az is, hogy bár számunkra ez most egy nagyon különleges nap, de azt kell, hogy mondjam, mégsem egyedülálló alkalom az országban. Hiszen bármere is járunk, sportpályákat, csarnokokat, tanúszadákat láthatunk, amelyek vagy megújultak, vagy megépültek. Mindeközben pedig a magyar sportolók teljesítményükkel, példamutatásukkal a nagyvilágban jó hírét viszik hazánknak. Kedves gyerekek, ez a sok fejlesztés értetek, és csak is értetek történik. A sport ugyanis nem csak az egészségeteket óvja meg, de fantasztikus közösségek, jó csapatok részesei is lehettek. Sőt, én azt gondolom, hogy akár az egész felnőtt korotokat meghatározhatja egy ilyen közösség. Mindenkinek, minden gyermek számára lehetővé szeretnénk tenni, hogy lehetőség szerint a legjobb körülmények között sportolhasson. Magam is sportolóként, leigazolt vívóként pontosan ismerem azt az érzést, ami az embert elfogja, hogyha megérkezik az edzésre vagy a versenyre. Biztos vagyok benne, hogy ti most a legkevésbé sem vagytok kíváncsiak hosszú beszédekre, mennétek már játszani a pályára, a szép új pályátokra. Ne is tagadjátok, hogy ez így van. Egy ilyen csodálatos sportpálya átadása azonban mégiscsak egy ünnep, amelynek azt gondolom, hogy illik megadni a módját. Én most 5 rövid idézettel szeretnélek köszönteni benneteket,
és mindazokat a felnőtteket, akik megtisztelték a mai alkalmat, és sokat tettek azért, hogy ez az álom végre megvalósulhasson. Köszönöm mindenkinek a munkáját ezzel kapcsolatban. Az első idézet így szól. Mi a labdával és a labdáról álmodtunk. Minden idegszálunk a laszti volt. Tudod te, hogy mi mennyit gyakoroltunk? Hivatalos edzésen kívül is. Minden kényszer nélkül. Volt olyan formáció, megoldás, amit 50-szer, 100-szor gyakoroltunk. Ez meg a siker öröme aztán már vitt bennünket. Ez Puskás Ferenctől származik. A következő. A foci csapatjáték nem pedig egyszemélyes. Csapatként győzünk, és minden játékos jobb egy igazi csapat részeként. Fernando Torres. A következő. A gól olyan, mint a ketchup. Erőltetni kell, és egyszer csak megindul. Cristiano Ronaldo. A kapufa éle mindig igazságos, mert annak lövése pattan be, aki a hétköznapokon és az edzéseken többet tett a győzelemért. Kemény Dénes. És a végére pedig még egy, a világ egyik legismertebb magyar emberétől, Puskás Ferenctől, tréningezni sokat, nagyon sokat, tudni élni a pályán és a pályán kívül, és mindenek felett imádni a labdarúgást, a világ legszebb sportját. Kedves gyerekek, mindezek mellett soha ne feledjétek, hogy a sport pont annyira szól az emberi lélekről, az akaraterőről, a kitartásról, mint a test edzettségéről. A sport a tiszteletről, az elfogadásról, a másik megbecsüléséről szól, mindig tisztelnünk kell az ellenfelet, és ne feledjétek, minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük. A sport a testi-lelki egészségről szól, és nem feltétlenül mindig csak a győzelemről. A csodaszép új pályátokhoz sok-sok csodálatos sportélményt kívánok nektek, tanáraitoknak és edzőiteknek egyaránt. Hajrá, és köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett a beruházásban. Verebélyi Gábor Ákos, a Váci Tankerületi Központ igazgatójának rövid köszöntője következik. Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt államtitkárasszony, igazgatóasszonyok, a jelenlegi és az az igazgatóasszony, akiről majd két szót szeretnék még külön is szólni, illetve tulajdonképpen én a beszédemet, mint intézmény fenntartó, mindig a gyermekek köszöntésével szoktam kezdeni, mert minden, amit önök, a beruházók, az igazgatóasszony és mindenki, aki ezért valamit is tett, a gyermekekért tette. Két gondolatot szeretnék összefűzni. Államtitkárasszony említett jobbnál jobb idézeteket kiváló sportolóktól, ugye a csapatjátékról. Ugye a foci az egy csapatjáték, és azt gondolom, hogy itt autentikusan megjelent az a feladatvégzés, az a munka, az az összefogás, aminek eredményeként eljutottunk odáig, hogy ma itt lehetünk ezen az átadón, mert hogy többen, nagyon sokan összefogtak azért, hogy ez a sportpálya a Sashegyi Általános Iskolának elkészüljön, és itt szeretnék külön egy mondatban kitérni az igazgatóasszony személyére, Anna Máriára, aki ez ügyben nagyon sokat tett. Nagyon sokan tudják, hogy ő dolgozott, én meg tudom, hogy ő nagyon sokat dolgozott ez ügyben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy külön köszönet illeti őt, de ahogy az előbb említettem, a csapatsport, az összefogás fényében mindenképpen meg kell említenünk azt a sok-sok vállalkozót, akik az anyagi forrás mögé oda tették, illetve mindenkit, aki ebben részt vett és segítette ezt a munkát, hogy ide eljuthassunk. Államtitkárasszony szájából a gondolatok abszolút hitelesek, ugye, mint aktív sportoló. Én is azt tudom kívánni, hogy valamikor, amikor még én is focizhattam, tudom azt az érzést, hogy milyen az, amikor az ember elé egy labda odagurul. Csak halkan jegyzem, mert nagyon nem szeretek futni. Mindig mondták, legegészségesebb, ki nem állhatom. De meglátom a labdát, akkor szó szerint ájulásig tudok. És azt hiszem, hogy akik ezt a sportot űzik, ugyanezt az érzést tudják. Tehát van egy olyan varázsa, van egy olyan bűv ereje egy labdának, ami erre készteti az embert. Szerintem ezek a fiatalok, akik itt vannak, illetve az iskolába járnak, ugyanezt meg fogják érezni ezen a kiváló pályán. És ott államtitkár azt mondja, hogy csatlakoznék, nem hiszem, hogy túl sokáig szeretnék még főként a gyermekek hallgatni az én beszédemet, úgyhogy kívánom, hogy egészségben, szeretettel és örömmel használjátok ezt a pályát. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hallgassuk meg Kapin Györgyné megbízott igazgató rövid köszöntőjét.
Szeretettel köszöntöm én is a programon megjelenteket. Az intézmény jelenlegi vezetőjeként gratulálok Önöknek. Egy olyan nagy volumenű projekt részesei voltak, amely segítségével iskolánk ezzel a kiváló pályával gazdagodott, teret adva ezzel a mindennapos testnevelés a tömegsport feltételeinek biztosításához. Én történelemtanárként idézek, egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen, mondta gróf Széchenyi István, és itt is ez történt. Az iskolánk visszakapta a területet, ahol mindig is sportpálya volt. Anna Mari elindította, megszervezte a projektet, ami az Önök segítségével valósulhatott meg. Sokan részt vettek ebben a projektben, tehát én most nem sorolnám a résztvevőket, nagyon hálásak vagyunk ezért. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára nagyon jó érzés, hogy nyomot hagyunk a világban, magunk után, főleg, hogyha ez egy jó ügyet szolgál, egy nagy közösségnek segít. Ezzel a pályával, a segítségükkel nyomot hagynak maguk után, amik reményeink szerint hosszú ideig fogja szolgálni ezt a közösséget. Idén 120 éves az iskolánk. Méltó eleme ez a pályaavató ennek az évfordulónak. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Ezzel a mottóval köszönöm Önöknek még egyszer, és mindenkinek, akinek a sikerben része volt a Sashegyis közösség nevében. Köszönöm szépen! Dunai Antal az MLS képviseletében mondja el köszöntőjét. Megmondom, hogy én gondba vagyok. Ugye már nem kell nekem készülni ezekre a megnyitókra, 150 pályát adtam át az országba az utóbbi 10 évben, de hát államtitkárasszony elmondott mindent. Szóru szóra, amiről akartam beszélni, most nagy bajba vagyok. Mindenesetre először is hát nagy szeretettel a Labdarúgó Szövetség nevébe köszöntök mindenkit, természetesen az államtitkárasszony, polgármester urat, képviselőt, itt felsoroltak, ugye mindenkit hirtelen nem tudtam, ugyanis a igazgatóasszonynal beszélgettünk 2 napja, mondta, hogy egy rövid beszédet mondom, ne haragudjon, igazasszony, röviden, hát a futballról elkezdem, mondom, mikor kezdődik, 11-től, hát mondom, délután 4-ig uzsonnáig befejezem talán a dumát, mert a futballhoz mindenki ért, uraim. Magyarországon a legtöbben a futballhoz értenek, különösen akkor, amikor kikapunk, akkor nem jó volt az összeállítás, a taktika, mit tudom, minden. Nem, a futball tudásról nem beszélnek. Na mindegy, én sem fogok beszélni, megpróbálom rövidíteni itt azért. Nem azért, hogy dicsekedjek, azért 5 olimpián voltam. Meg se kérdeznek, újságírók, mindegyik okos. Nem is akarok, én már az én időm lejárt, visszakozz. Köszönöm kell Egervár urat, és a Halmai urat. Focista, nagyon jó játékosak, ilyenek nincsenek. És hát ugye szövetségkapitány volt, én alelnök voltam az MLS-ben, még az előző több mint 10 éve elmúlt már azóta. Hát a Egervári úrral én voltam a szakmai felelős, ő a csapat felelős, meg minden. Hát elmentünk Egyiptomba játszani egy világbajnokságra, U21-el, hát most mit csináljuk, megvertük az olaszokat. Érmet is hoztunk, ugyan harmadik lettünk, de abban az időben az U21-el Egyiptomba harmadik lenni, ma már ki se jutunk. Engedjék meg, még egy mondatot mondjak, hogy az olimpiáról. 5 olimpián voltam, már mondtam, ugye? Na most oda kijutni, és itt megint vissza kell térnem, ugye? Hát ez nem a lotton lehet nyerni egy aranyérmet. Hát kérem, akkor tudja meg, amikor föllép a legmagasabb fokára, és átadják a nyakából az aranyérmet, akkor jön rá, és itt belül valami megvillan, hallja a magyar himnusz, az egész világ nézi. Hát az nem könnyen jött, hát azért... Engedjék meg még most, hogy a futballról, de más sportágot is megemlíthetnék nagyon sokat, mert nem csak a futball, hazahozok természetesen. Ronaldinho, ugye én 10 évig voltam a Spanyolországban, sokszor találkoztam velük, minden meg itt volt, van az asztali tenisz, nem tudom, itt nincsen, mert ugye lehet lábba is játszani, abban is benne vagyok, úgyhogy kell reklámoznom a dolgokat, meg bemutatót is tartunk, még olyan állapotban vagyok. Tehát őtől megkérdeztem, mondom, te Ronaldinho, volt egy hivatalos vacsora, mondom neki, te hogy lehet az, hogy a Puskásra emlékszel, ugye? Hát én is Puskás akartam lenni, ráadásul 10-es számmal mindig, ugye? Mindenki abban az időben, ma már nem úgy van. Hogy lehet valaki Puskás? Aztán mondom, Pelé, mondom. Soroltam föl azokat a nagy neveket, meg ma a Messi, ugye? Meg a Ronaldókról beszélnek. Nálunk, hát ugye a klubokban ugye sok a külföldi, nem ismerek, Újpestben nem ismerek senkit. Nem tudom, ha jó lenne, tudnám. Egyedül tudom, hogy center elég jó. Többi az
azért jönnek ide, azt se tudják, próbáltam magyarázni, azok azért jönnek ide, mert Nyugat-Európában nem tudnak játszani. Itt a mi bajnokságban játszik egy kicsit, mert a tulajdonos, aki adja, ugye, valamicskét majd nyer, itt ad lehetőséget, kicsit jobban játszik, akkor elviszik valami gyengébb csapatban. Na mindegy, ezt hagyjuk. Tehát visszatérve, és nem üdvözöltem a gyerekeket, a jövő bajnokait. Itt vannak, a jövő aranyérmes. Sokszor majd most is, mert figyelem, ebben a korban nem egy játékost, mert nem vagyok még voksi, kiszúrtam, engedjék meg egy sztorit, hagyd mondjak, ezelőtt Csepelen 3 éve nagyon nagy bemutató volt, műfüves, stb. És utána játszottak a gyerekek. Az edző odajött hozzám, hát fiatalabb edző volt, bemutatkozott, stb. Most ő az edző. Mondom, rendben, megnézem a bemelegítésnél, ugye ő passzolta vissza a labdákat, és rúgta kapura. Hát kiszúrtam, egy melegítőbe voltak, mint pék fölöltözve. Hát az egyik hosszú haja volt, mondom, ez már oda is, hajra is, meg minden, de balra jobban úgy rúgott, hogy nem igaz. Hát mondom, ezzel beszélnem kell. Vége, hogy mondom, gyere ide. Bemutatkozik, hogy most nem akarom mondani, Horvát Ildikó. Hát nem tudtam, hogy lány. Balla jó. Hát megőszintén meglepődtem. Jobban rúgott, mint a hasonló 13 éves gyerekek, akik ott voltak, fiúk. Mondom, hogy jöttél ide? Hát azt mondja a szüleim, mert itt van anyád. Igen, szólj neki. Oda jött, mondom, azt mondjam, bemutatkoztam, mondom, okvetlenül vigyel a kislányát, mert a női foci is jön föl, vigyel okvetlenül a valamelyik NBA csapatot, vagy női csapatot, nézzék meg, én is segítek, bármire van. Ha iszik, ha nem, ezelőtt, hát egy-két hónapja már, 3 év után, fölhív az édesanyja, mert akkor ugye mondtam neki, hogy a kislánya most 13 éves, még van neki 5-6 éve, tehát nagyon sokat tud fejlődni. Fölhív, azt mondja, megköszöni minden, hogy mi volt az, hogy most kapott profi szerződést a Puskásnál. Gratulálni kell mindenkinek, aki ehhez hozzájárult, hogy az iskola mellett ilyen van. De mikor ebbe korba már, ugye még nem volt klubnál, vagy lehet, hogy nincsenek klubnál, vagy itt az iskolában nem tudom, hogy megy a sportolás, még különböző sportágak. Tehát már itt meg kell nézni, mert bedobunk egy labdát, hát mindenki, mi is szeretünk futballozni, lehet, hogy összeállunk utána, és játszunk egyet. Ki sokáig tart a levetkőzés, meg mit tudom én ez. Tehát mindenki szeret futballozni, amúgy szeretünk. Egy labda kell, egy gyerekeknek bedobsz egy labdát, kosarazni is, azt is elismerem, a kézlabdát, én más sportágot is elismerek, természetesen a labdarúgás, abban éltem gyerekkorom óta, vidéki paraszt gyerek voltam, vidéki, ugye, a szüleim fogalmuk nem volt a futballhoz, reggeltől estig, ha nem ilyen pályán, liba legelőn, liba, nem akarom kimondani milyen még utána, az között játszottunk. Reggeltől estig? Jó, nem volt tévé, nem volt kopogtatás, ugye, azonnal, én is kopogtatok már, kell az is. De edzeni, hát ez nem úgy van, hogy, ja, nem tudom, mégiscsak abba kéne hagyni, ugye? Meleg van minden. Tudják, mire vagyok ki legjobban? Ebben beszéltünk a Sanyival is az előbb. Azt mondják, mikor tévében is, meg minden, annyi hülyeséget. Az embernek, van, azért játszottam ebben elég sokat, meg minden, meg voltam kint, ugye NB1-es, NB2-es csapatoknál Spanyolországban ellenem játszottak világban, nekem olyan világbajnok játékosom is volt, argentin, és azt mondják, hogy nem tanították meg futballozni. Hát ez nem ABC, uraim. Na, akik dumának, az könyvből tanulja, mert jó fejű gyerek, akár egyetemet is el tud végezni, én nem tudtam. De én most 78 évesen megmutatom a lövőcselt, meg a kényszerítőt, hogy kell. Hát ezt meg kell mutatni ilyen gyerekeknek, aki már ügyes is egy kicsit, azt ki kell választani. Másokban is lehet, akit nem szúrja ki az embernek a szemét, hogy ügyes, abból is azt is kell. De olyannak, aki ezt a sportágat űzte, és foglalkozott évtizedikig, annak van hozzá. Ne olyan dumáljon nekem, olyan edzőim voltak, akik játszottak, még hogyha régen is. Az az igazság, hogy azt mondják nekem, mikor így beszélgetünk, ugye fiatalok is vannak, nem ilyen fiatalok, hát már akik már játszogatnak, 16-17, mit? Antibá, hát maguknak könnyű volt játszani. Mi? Hogy könnyű volt? Hát felgyorsult a játék. Hú, itt Magyarországon felgyorsult a játék? Hát ne haragudjon a világ, hát el vagyunk külföldön, egy szoboszlaink van, kellene lenni 20 szoboszlainak már. Hát annak ide mi vidékiek jött, mindenki Pesten akart játszani, Fradiba, Újpest, stb. Be. Hát megtanulni. Hát mondom, jó, gyorsult, ha mondom, akkor elmondom neked az én esetemet. Gyorsan megpróbálom. Leggyorsabb játékosok közé tartoztam. Mondom, én magamtól elmentem az atlétaedzőhöz.
Előtte MB3-ban 16 évesen orvosi vizsga kellett, ahogy felnőtt csapatban játszak, MB3 Baján, oda valósi a úszó, ugye, a nagy aranyérmes, hát hogy Bajáról sokan jó olimpia bajnokok jönnek ki, de a lényeget megpróbálom gyorsan, a kutyafáját, a könyvet, várjunk, megint előtt, ugye könyvet ír az MLS rólam gyerekkort, ez mind benne lesz, ezek a dolgok, próbálni a fiataloknak, bár már a mi korosztályunk, akik minket láttak, azok már ugye sajnos legtöbben nincsenek közöttünk, most a fiatalnak magyarázni. Mondom, akkor te azt mondod, hogy nagyon, nagyon könnyű volt játszani nekünk. Mondom, ide figyelj. Pőgyorsú játék. 3-5 alatt futottam a 30 métert. 1-2-3 és fél ott voltam 30 méter. 11 alatt a század, de nem kell 100 métert futni a futballba. Mondom, 16 éves koromban már felnőtt csapatban játszottam, csókolomat köszöntem a társaság megután. Többek között az Albert Flornak a bátyja is játszott ki, szintén nagyon jó játékos volt, mert ugye ő Herceg Szánti, én Garai vagyok, a Páncs is. Szóval mind a jók a délről, jöttünk délről. Mondom, 16 évesen mondták, hogy ügyes ez a Dunai, akkor még Dujmo voltam, mert horvát származású vagyok. Azt mondják, csak lassú. Hú, ezt meghallottam. Én lassú, 16 éves korban. Egyedül elmentem, nem az edző, atléta, edzőz, mester. Szeretnék jó futballista lenni. Ugye a gyorság, ha nagyon. Azt mondja, fussá, itt mellett megnézi, hogy futok. Hát nem hiszem, hogy kajál, menü nekünk abban az időben vidékparra, kemencébe sült házi kenyér, kösökből szilvalekvár, amit otthon csinál, az volt a menü, vacsora. Jó volt, az is, muter csinálta, ugye? Na mindegy, fussak előtte. Hát voltam, most se vagyok, mit tudom én, kövér talán, bár súlyom megvan, igaz, hogy lehet, hogy attól van a izom növekedés, mert naponta másfél órát edzek, mert hát az Újpest nagyon utolsó, hát ha behívnak a keretbe. Hát és akkor nekem fel lenni készülve, hát utolsó, most, na jó, most már egyel följebb kerültek a tablet, nem is megyek ki a meccsek. Na mindegy, az edzőnek elkezdve, hogy fussak. Hát most képzelj, görbe láb, nem is nagyon, de azért van. Hát ugye bemutattam neki, hogy hát magas voltam már akkor is azért, és így futok. Állj! Azt mondja a... Te hagyd abba a futás, mert elmegy a kedvem a futástól, atléta edző vagyok. Frank, ez így, ez megtörtént. Mert, na, hát akkor semmi baj, 16 éves vagy, van 23-4 éved van a fejlődés, ugye, meg egyéb film, meg van esélyed a gyorságra. Megmutatta, mi van. Azonnal elmész egy sportboltba veszel egy szöges, az az igazság, hogy ugye megmutatta ő, hogy kell, hogy most is be tudom mutatni, de befelé a tér, és így. Na de nem egyszer. Ma Pécsen MB1-es játékos voltam, és ott a Ferencváros. Nem volt világítás akkor. Délután 3-kor volt. Én délelőtt 50-szer 30 métert futok, hogy a gyorságomat javítsam. És délután 3-kor játszok MB1-e a Fradi ellen. Ki szeret, tegye fel a kezét, aki szeret futballozni. Hát tudtam, hogy ez lesz. Felkérem Nagy Koppány Lászlóné igazgatónőt ünnepi beszédének elmondására. Azt hiszem, hogy a hangulat már a tetőfokára hágott. Mégis azért én is hadd mondjak néhány szót. Soha nem gondoltam volna, hogy egy üres rekordtámpája láttán könyvbe fog lábadni a szemem, de nagyon örülök, hogy ez a mai napon megtörtént. Rendkívül különleges érzés és élmény. Azt gondolom, hogy minden ember életében vannak meghatározó pillanatok, események, amelyeknek az elsődleges szintere a család. Legyen ez maga a házasságkötés, közös eredmények elérése, akár egy újabb babavárási projekt. Mindenképpen meghatározó élmények, viszont amikor egy olyan produktumnak lehetünk a szemtanúi, egy olyan eseményen vehetünk részt, amely mégiscsak egy magasabb szintű élményt nyújt, hiszen nem csak a szűk családunk, hanem kisebb-nagyobb közösségünk, akár egy településnyi ember életére, életminőségére tud hatással lenni. Azért lássuk be, hogy ez jó érzés. És akik itt állnak, mind azért vannak itt, mert hasonlóan érezhetik ugyanezt, amit én, hiszen az ő kezük is bőven benne volt ebben. De minden célhoz vezet egy út, hol egyenes, hol kicsit göröngyös, ebben is volt minden, de mindig azt kell nézni, ami a végeredmény. Itt állunk a pályán, és a gyerekek elárulom már használatba vették.
járványügyi okokból most tudjuk megtartani ezt a kis ünnepséget, amit már tavasszal is lehetett volna, de ami késik nem múlik. Néhány szakaszra bontható tulajdonképpen maga ez a folyamat, ez az út, nagyon röviden. Én is tudok ám sokat beszélni, meg nagyon szeretek is, de megpróbálok a magas hőmérséklet, időjárás, és tudom, hogy mindenki siet, ezen okokból kifolyólag rövidre fogni. Tehát minden úgy kezdődött, hogy kellett hozzá egy terület. Ez a terület abban a formában nem teljesen igaz, hogy mindig is pálya volt, mert volt ez sok minden ez a terület. Volt gyakorlókert is, aztán valóban a 90-es években pálya, pont ahol itt állunk, itt volt a salakpálya, kicsit oldalt volt a távolugrógödör. Én még sashegyis diákként ugrottam távol, de az eredményeimmel nem dicsekednék. Majd a pálya után épült ide egy mobil épületsor, ami első körben abból a célból, hogy az iskolát teljes körben felújították, sőt egy teljesen új emeletet is építettek rá, tehát teljesen ki kellett költöznünk, és itt az alsó tagozat volt elszállásolva körülbelül egy tanév erejéig. Majd beköltözött ide egy időre a védőnői szolgálat, volt itt óvoda, ezek mind-mind felújítások kapcsán voltak szükségesek. Ezek után, mikor már nem volt szükség, kihasználatlan volt az épületsor, az akkori városvezetés úgy döntött, hogy ezt elbontja, és hát persze szülői nyomásra mi is próbáltunk az iskola részéről közben járni. Az akkori polgármester úr Vicsi László felajánlotta a területet újbóli használatra, sportolás céljából. Tulajdonképpen ez volt az első szakasz, tehát a területünk már megvolt hozzá. A következő szakasz volt a legizgalmasabb, hogy honnan lesz pénz, és hogyan lesz itt valamilyen pálya. Az Ilyen volt képek című képsorozatot, ha megnézik, akkor látják, hogy elég nagy szükség volt arra, hogy itt valamit tegyünk, mert abban a formában nem volt használható a gyerekek számára. És itt említeném meg Halmai Gábort, a Pomázi-Egervári Halmai Focisuli SE elnökét, jó barátomat, aki... hát ismert már korábbról, és én mindenkinek mondtam, hogy mik a tervek, és ő pedig mondott egy megoldási lehetőséget, hogy hát van az MLS-nél egy pályaépítési projekt. Majd látta, hogy elkezdett csillogni a szemem, és akkor elkezdte ezt kifejteni, hogy ez mi fánterem. Majd néhány napon belül az MLS irodájába találtam magam vele együtt, ahol az akkori vezetővel elbeszélgettünk, és ott megtudtam azt is, hogy... igen, épít az MLS egy pályát, ez jól hangzik, de mik a feltételei? A helyzet az, hogy nem születtem tipikus üzletembernek, úgyhogy az, hogy 60 millió forintnyi taót össze kell szedni, azt hál' Istennek nem fogtam fel, vagy legalábbis annak a súlyát, mert akkor valószínűleg abba hagytam volna, és, de a lelkesedés mindig is azt hajtott, úgyhogy itt is inkább erre koncentráltam. Mondtam azt, hogy mi az nekem, úgyhogy kezdjük el, mert akkor valószínűleg lesz is belőle valami. Úgyhogy így is történt. Gábor kiokított, hogy hogy kell ezt a taót összegyűjteni. Önök voltak a paciensek, akiket fölhívtam, és nem csak önök, rengeteg céget, tehát egy olyan jó másfél év betelt, mire ez a körülbelül 60 millió forintnyi társasági adó az önök részéről az adóhivatalhoz landolt, onnan pedig az MLS számlájára. És amikor ez összejött, akkor jött az a bizonyos önrész, ami körülbelül 10 millió forintnyi önrész volt, az önkormányzat részéről kellett ezt rendezni, viszont Váci tankerületi központ igazgatója Verebélyi Ákos, és akkor már Leidinger István, jelenlegi polgármester úr összedugták a fejüket, hogy hát ha ő összeszedett 60 millió forintnyi taót, akkor mi oda fogjuk tenni közösen együtt a 10 millió forint önrészt. Úgyhogy ezúton szeretném mindkettejüknek megköszönni, mert ez is pénz, nagyon sok pénz, és hiába volt a taó, ha nincsen önrész, tehát sok kicsi sokra megy, illetve sok sokra megy. Itt ebben én azt gondolom, hogy mindenki nagyon sokat tett hozzá, úgyhogy ezúton szeretném nekik is megköszönni ezt a támogatást. Tehát ez volt a második szakasza a folyamatnak. Mikor már minden adott volt, akkor jött a kivitelezés, ami a tavalyi tanév előző naptári év őszétől most kora tavaszig le is zajlott. Kisebb-nagyobb fennakadásokkal, de végül is sikerült, én azt gondolom, hogy sikerült minden kérdést megválaszolni a kivitelezés során, és nyugvó pontra kerültek az esetleges aggályok. És hát az utolsó szakasz, az pedig maga ez a nap, az ünnepélyes átadó, amit még egyszer hangsúlyozok, hogy én szerintem én vagyok most a legboldogabb itt a pályán, meg a gyerekek, mert
mert ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és természetesen a támogatók nélkül, polgármester úr nélkül, tankerületigazgató úr nélkül, és a kollégák nélkül, meg a gyerekek nélkül, akik a csillogó szemükkel biztattak minket, nem jöhetett volna létre. Úgyhogy ezúton köszönöm mindenkinek, és szeretném még egy ilyen kis kitérővel lezárni a gondolatomat. Ezt követően a polgármester úrral együtt szeretnénk megköszönni a cég képviselőinek a taújukat, és azt a pozitív hozzáállást, ugyanis nem feltétlenül volt mindenki nyitott, de talán ezt önök jobban ismerik egy projekt kapcsán, hogy mennyire nehéz megmozgatni embereket, holott egy olyan támogatási formáról beszélünk, ami senkinek nem fáj, viszont több, mint napi jó cselekedet. És én azt gondolom, hogy mindenki megveregetheti akár a saját vállát is, mert valóban több, mint napi jó cselekedet, amit tettek az iskoláért. Úgyhogy a gyerekeket megkérném, hogy tapsolják meg a szemben álló fiatal embereket és hölgyeket. És ilyen módon is megköszönjük önöknek a támogatást. Polgármester úrral két kis ajándékcsomaggal készültünk. Az egyik az önkormányzat részéről, másik az én részemről egy saját ajándék. Ebben egy üvegbor lesz, ami jelöletlen, címkézetlen bor. Éppen ezért három mondatot hadd mondjak róla. Ez Kaló Imre szőlőjéből, és az ő eljárása alapján készült saját családi kis pincészetünkben. Férjemmel együtt közös kis hobbink, és hát nagyon nagy becsben tartjuk a szőlőt, és engedjük neki, hogy megszülessen belőle, amire hivatott. Tehát ez a nagy küvének elnevezett bor, ebben tulajdonképpen a bordói hármason túl megtalálható még a siráz, és ami a gyönyörű mély bordó színét adja a turán. Mivel egy elég testes, markáns vörösborról beszélünk, ezért vadakhoz és desszertekhez ajánljuk nagy szeretettel, és majd kíváncsi leszek a visszajelzésre. Úgyhogy zárszóként én egyetlen egy nagyon szép magyar szót szeretnék mondani. Köszönöm. Az ünnepélyes szalag átvágás következik, amelyre kérem a gyerekek segítségét is a szalag tekintetében. Meg is van. Elsőként szólítom Kapin Györgynét. Verebélyi Gábor Ákos következik. Dr. Vitályos Esztert kérem. Dunai Antalt szólítom. Nagy Koppány Lászlónét kérem. Leidinger Istvánt kérem. És kérek szépen egy diákot, Kozsik Abigélt. Gyere, Abigél. Föl, kérjük, tekintsenek föl ide ránk. Az ünnepi pillanat után, vagy ünnepélyes pillanat után pedig mindenkit kérek egy következő ünnepélyes pillanathoz, a pezsgőzéshez. Én most akkor, ha megengedik, akkor megfelelő hangerővel szólítom is a megajándékozottakat. Első megajándékozottunk Mocskonyi Péter, a Gruppama Biztosító ZRT befektetési vezetője. Gál Péter, a Lenergy Magyarország Kft. Alapító tulajdonosa. Pál Zsombor, Pomázi István király gyógyszertár tulajdonosa. Nagy Károly, a Salty and Sweet Kft. Tulajdonosa. Mészáros Attila, iTeams Software Kft. Egyik tulajdonosa. Bárány Borbára, az Arhaikon BT tulajdonosa.
Pál Ákos, mai független biztosítási Alkusz Kft. Ügyvezetője. Andrássy Kata, PR Preport Kft. Cégvezetője. Kazsik Gábor, a Smart Fittings Kft. Ügyvezető igazgatója. Győrvári Gábor, az Indepec Magyarország Kft. Ügyvezető tulajdonosa. Valamint Poszta Béla, Pomázi vállalkozó. Szép napot, hölgyeim és uraim! Képes úti beszámolót láthatnak Kertesi Tündétől, a varázslatos Kosztarikáról. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Leon Kertesi Tünde vagyok, és ma én fogom tartani ezt az előadást a varázslatos Kosztarikáról. Mégpedig azért, mert ez egy ország, amely teljesen elvarázsolt engem, és szeretném megosztani veletek ezeket az élményeket. Van egy útitársam, volt egy útitársam, Leon Kertesi Carlos Matteo, aki szintén fog majd néhány szót szólni. Hát akkor kezdjük, miről is szól maga ez az előadás, és miért választottam ezt az időpontot? Nem véletlenül szeptemberben van ennek az előadásnak az időpontja, ugyanis képzeljétek el, hogy szeptember 15-én, pontosan szerdán, ünnepeltek Costa Rica 200. születésnapját. Egy ennyire fiatal országról van szó, 200 éve függetlenítette magát a spanyol koronától, és szeptember 15-én volt a születésnapja, úgyhogy ezért választottam ezt az időpontot arra, hogy ezt az előadást nektek megtartsam, és bemutassam a könyvemet is hozzá. Miről fog szólni? Szeretnék nektek általános információkat adni, hogyha esetleg szeretnétek majd elutazni egyszer Costa Ricába, mert tudom, hogy a megjelentek között azért vannak olyanok, akik pályáznak egy ilyen utazásra, akkor hát, ha ezek az információk segítenek majd ahhoz, hogy tényleg egy jó utazás jöjjön össze. Megosztanám veletek a mi útélményeinket is, rengeteg kalandot éltünk át Mátéval. Bemutatnám az ország sokoldalúságát, fel fogok olvasni egyébként a könyvből is majd egy-két részletet, és akkor megismerhetitek egy picit, hogy milyen a stílusom, meg hogy mégis milyen stílusban készült maga az úti könyv, és hát utána lehet kérdéseket is feltenni, amiket nagyon szívesen megválaszolok. Már itt láthatjátok is a képen a Pura Vida, mint motto. Szerintem mindenhol megjelenik egyébként, hogyha nézitek, még a Máté pólóján is rajta van. A Pura Vida, az mondhatjuk úgy, hogy Costa Ricának a mottója. Azt jelenti, hogy tiszta élet. Ők nagyon tiszta embereknek tartják magukat, de nem feltétlenül, hogy nyilván higiénileg is, hanem jó lelkűek, törekednek a békességre, elég jámborak, tehát ugye a mexikói emberekhez hasonlítva azért egy teljesen más jellegű latin-amerikai személyiségeket lehet ott megismerni. Békeszeretőek. Costa Ricában egy órával több az időeltolódás, tehát amikor átrepülünk Mexikóba, akkor igazából időt nyerünk, viszont hogyha Mexikóból átrepülünk Costa Ricába, időt veszítünk, úgyhogy nem rossz a meglátás. A kontinens, Közép-Amerika, ugye? Itt láthatjátok is egyébként ezen a képen, északon Nicaragua, délen pedig Panama a szomszédja. És ha megnézitek, egy eléggé keskeny ország, ugye pont Közép-Amerikának ezen a keskeny szakaszán található. 5 millió a lakosa, szóval a mi országunknak a fele, és az éghajlatáról azt tudjuk elmondani, hogy két részre oszlik, méghozzá van az esős időszak és a száraz időszak. Nyilván akkor érdemes utazni, amikor száraz időszak van. Ezt nem olyan könnyű mostanában belőni, mert ugye tudjuk, hogy ez mikor van, decembertől áprilisig, tehát egy viszonylag rövid időszakról van szó. Áprilisban már megjelenhet az esős időszak, és egész novemberig húzódik. Viszont ugye változik az éghajlat,
és mi például márciusban érkeztünk, és áprilisig voltunk ott, és 30 nap komoly esőt kaptunk. Tehát az esős időszak ennyit változik már, hogy az éghajlat miatt előrébb tolódik sajnos. Azt kell mondjam, hogy a kosztarikaiak végtelenül békés emberek, nem szeretik a háborút, nincs is katonaságuk egyébként. Ők 40 évvel ezelőtt a hadsereget feloszlatták, és a pénzt az oktatási rendszerbe fektették, méghozzá azért, mert ugye megélték a közép-amerikai háborút, és ők azt mondták, hogy ők nem szeretnék, hogy ők valaha is eszközévé váljanak ahhoz, hogy bárki bármilyen hatalomra törjön. Ők maguk annyira nem érdekesek, valljuk be, ott kicsi ország, főleg természeti kincsei vannak. Igazából arra nem érdekes, hogy őket elfoglalják, hogy ő most uralomra törjön 5 millió emberrel, szintén nem. Úgyhogy ők a periférián nagyon jól el vannak, és szeretik a békét, úgyhogy a hadseregre úgy gondolták, hogy nincs szükség. Egyébként egy másik dolog, amit ők megtettek annak idején, az az államadóságnak a megvásárlása volt, ugyanis ugye ebben a háborúban sikerült az államadóságot is nyilván tetemes összegre növelni, és ők az Amerikai Egyesült Államokkal kötöttek olyan egyességet, hogy megvásárolhatják az államadóság egy részét, átkonvertálják nemzeti pénznemre, és azt kötelezően természet és természetvédelmi területek létrehozására kell befektetniük. Innen tovább ezért van az, hogy rengeteg nemzeti park született, ez 2007-es történet, tehát igazából nem évtizedekről beszélünk, és 2010-ben volt a második ilyen akció, tehát a második csere, és akkor tovább bővítették a nemzeti parkoknak a mennyiségét. Ők az ökoturizmusra álltak rá, ők tudták, hogy ők ebben egyediek, ebben tudnak egyedit alkotni, és ezt majd meg is látjátok szerintem a képekből. A pénznem az a colones, és nézzétek, milyen érdekesek. Ezek a pénzek, állatok láthatóak rajta, tehát nemzeti állatok, láthattuk rajta szarvas, cápát, a közönséges csukjásmajmot, a lajhár nem hiányozhat, a kolibrit és a pillangót, ez a morfó pillangó egyébként, nagyon érdekes, ugyanis, hogyha így összecsukja a szárnyát, akkor egy falevélre hasonlít, ilyen barna színű. Azt mondanátok, hogy fú, hát ez, hát ilyen akárhol van. És akkor egyszer csak szétnyitja a szárnyát, és gyönyörű szép királykék színben pompázik, úgyhogy ez a morfó, ugye ezért hívják morfónak, az egyik nemzeti jelképe Kosztarikának. A hivatalos nyelv természetesen a spanyol, emellett vannak indián népek, akik megőrizték a nyelvüket, nem annyira számottevő, mint például Mexikóban, tehát ne birodalmakra számítsunk, ugye, Kosztarika szintjén, mégis azért vannak közösségek. Mint mondtam, 2021. szeptember 15-én volt 200 éves Kosztarika, úgyhogy velük ünnepelünk ma. Miért különleges Kosztarika? Miért gondolom én, hogy ez az ország tényleg megéri azt, hogy elutazzunk? Ez egy sokoldalú ország, tehát ott minden van. Vulkánok, köderdő, elméletileg köderdőnek hívják hivatalosan, de egyébként felhőerdő lenne a jobb elnevezés. Erről majd fogok nektek mesélni, hogy miért. Gyönyörű strandok, olyan állatvilág és élővilág, hogy az valami hihetetlen, esőerdők, nemzeti parkok, tehát igazából minden van, ami az ökoturizmushoz szükséges. És akkor elmondanám nektek, hogy mi hogyan jutottunk Kosztarikába. Én 2018-ban teljesen véletlenül láttam egy hirdetést, Tatabányára keresnek tolmácsot egy gyárba. Jó, rendben, próbáljuk meg spanyol tolmács, legalább a nyelv egyezik, jó lesz, Tatabányát ismerem, menjünk. Lementem, és ott találkoztam a dán főnökséggel, és legnagyobb meglepetésemre, ugye nem szólt senki, hogy angol nyelvű lesz az állásinterjú. Mondtam, hogy ez remek, mert mondtam, én spanyolos vagyok, de jó, meglátjuk. Van angol nyelvvizsgám, tehát csak erre azért rá kéne készülni, ugye? Az ember nem úgy megy oda, hogy akkor helyből. És
Adánu azt mondta, hogy jó lesz. Mondtam, a spanyolt nem nézték meg egyszer sem, tehát így az állásinterjúk körein belül, de nem baj. És akkor még nem tudtam, hogy én mire jelentkezem pontosan, ugyanis akkor még nem tudtuk, hogy Mexikó jön, vagy Costa Rica. Mondtam, nekem mind a kettő teljesen jó, nagyon régóta el akartam volna jutni már Costa Ricába, még Mexikóból néztem, hogy hogyan tudnék elmenni, fú, egy hét, két hét akárhogy, és valahogy sosem sikerült. Hát akkor mondja nekem a főnök, hogy most már biztos, hogy nem Mexikóba fogunk menni, hanem Costa Ricába. Costa Ricaiak fognak jönni először a tatabányai gyárba, őket betanítjuk, és utána utazunk velük Costa Ricába. Így néz ki a két éves kis projekt. Mondom, jó, rendben, akkor ebbe belevágunk. Úgyhogy belevágtunk abban a részben, hogy tatabányára minden nap 4-5-kor le, hajnalban, mert ugye 5-50-kor ott kellett lenni, akkor ott ledolgozni a gyártáson, és akkor vissza. És akkor 2018. decemberében mondták, hogy most nincsenek itt olyan sokan a kosztarikaia, elég lesz a két tolmács, aki itt lakik közel, ti maradjatok otthon, pihenjetek egy picit. Fú, mondom, akkor már voltak kiküldetések, voltak már, akik kijutottak Costa Ricába, mondom, hát én ezt elengedem, nem adatott meg, nem tudok menni. Egy héttel később csörög a telefonom, mikor tudsz menni Costa Ricába? Hűha, mondom, mondj egy dátumot, kérlek, mert azért még csak most kezdődött az év. Ezt mondja, mindjárt visszahívlak. Jó, következő telefonhívás, hányszor tudsz menni Costa Ricába? Még mindig a dátumokért könyörögnék, mert nem tudom belőni, hogy körülbelül mennyi lesz a program. És akkor kaptam rögtön 3 dátumot, amikor mehettem, ebből a harmadik már nem valósult meg, mert nem fért be az a gép, amit én vittem volna a gyártásra. De minden esetre így jutottam ki először Costa Ricába, és valami hihetetlen utastársaim voltak, főleg az első kiküldetésen, akik ugyanúgy gondolkoztak, mint én, lejárt a munkaidő, szaladjunk! Mit tudunk megismerni a közelben? Rendben, hétvége van, szombat, hajnali 2-kor bevágottunk az autóba, hogy reggel 6-kor már valahol legyünk. Keresztül kasul jártuk az országot, 5 hétvége alatt 3000 kilométert mentünk, ugyanez ugye a második kiküldetésen, ott már csak 2000-ig jutottunk, és utána idén is elindultunk, méghozzá idén hátizsákos, buszos, gyerekes túrára indultam a kisfiammal. Nem tudom, hány ezer kilométert tettünk meg busszal, de ezt az élményt is ki kellett próbálni. Összecsomagolni egy nagy hátizsákba, oda nem lehet fölösleges cuccot vinni, és busszal végigjárni Costa Ricát. Nem mennék nagyon bele abba, hogy milyen az utazás a Covid ideje alatt, de azért biztatnék mindenkit, hogy lehetséges. Akkor még úgy volt egyébként a szabályozás, nem Costa Rica miatt, tehát nem a beutazó ország miatt, hanem a transfer ország miatt, hogy PCR-teszttel lehetett utazni, és még a repülőtéren kellett egy friss gyors tesztet csinálni. Amit Costa Rica kér, és ami nagyon lényeges, mert nagyon sokan nem tudják, az egy nagyon jó utasbiztosítás, ami Covid-ra is nyilván fedezett ad. A másik pedig, hogy regisztrálni kell az állami szférában, tehát ott van egy ilyen regisztrációs oldal, ők ugyanis egy QR kódot generálnak, és ez azért jó, mert amikor megérkezünk, gyalogolunk be kell menni nyilván a bevándorlási sorba, és a QR kódot kérik, lecsippantják, teljesen jó, mehetünk tovább, eljutunk az adatbankhoz, ott meg fogják kérdezni, hogy hol fogunk megszállni. Jó, tehát mindenki, aki esetleg majd utazni szeretne, szüksége lesz egy szállásra, amit megadhat ilyenkor. Én megadtam, ahol laktunk, ez ilyen megrökönyödést váltott ki mindenkiből, ugyanis mi Kártágó hegyeiben laktunk, Kopálcsi. Hát az hol van, ugye? Ezt kérdezte az ott ülő rendőrtiszt, és mondtam, hogy hát, elég eldugott hely. És mondta a barátnőm, hogy vele is ugyanezt történik. Minden alkalommal, amikor hazamegy, minden alkalommal megkérdezik Costa Ricaitól, hogy hol van Kopálcsi.
Hát Kopács egy kicsit eldugott hely, de nagyon szép, mindenkinek tudom ajánlani. Elkezdeném a vulkántúrákkal. Nyilván, hogyha valaki szeretne elutazni, akkor felteszi magának a kérdést, hova érdemes menni. Hát annyi vulkán van. Egyébként Costa Ricában 5-6, ugye attól függ, hogy éppen milyen állapotban vannak, teljesen aktív vulkán van. Ebből a Poás nagyon aktív, az Irazú, a Rincón de la Vieja, az Arenal, és a Turrialba, ő például be volt zárva egy hónappal ezelőtt, mert éppen túlaktivizálta magát, most visszanyugodott egy picit, és újra megnyitották a Nemzeti Parkot. Itt a Poászt láthatjátok fölül, az Irazút láthatjátok középen a két kis képen, és az Arenát láthatjátok alul jobb oldalon. Az Arenál meg Costa Rica jelképe, tehát hogy azt mondják, hogy ha valaki Costa Ricába elutazik, akkor az Arenát kötelező megnézni. Én idén próbáltam lebeszélni a Mátét arról, hogy ne menjünk el 20-szorra is az Arenálhoz, de Mári barátnőm nagyon támogatta a Mátét abban, hogy hát dehogy nem. Hát most jön Costa Ricába, akkor az Arenál az kötelező. Rendben. Én ugyanakkor az összes vulkántúrán, ahol voltam, szerintem fantasztikus élmény volt. A Poászt meg is tudom nektek mutatni. Előtte viszont még elmondom, hogy a Poászra hogyan tudunk bejutni. Így kell kinézni. Ugyanis a Poász nagyon aktív. Azzal kezdjük az egész túrát, hogy egy kb. Ilyen 20 perces bevezető anyag, vagy hát ilyen bevezető tréning van mondjuk úgy, kapunk sisakot. Ez a lényeg, ugyanis ott bármikor kitörhet. És 20 percet lehet oda bent lenni, annyi, mert ugye folyamatosan jönnek ki a gázok, és körbe bunkerek vannak, tehát hogyha éppen kitörés veszély van, akkor sziréna, tak mindenki be a bunkerbe. Addig meg a sisak ugye valamilyen szinten azért véd. Megkaptuk a tréninget, egy picit be kell gyalogolni, elég magasan van, tehát itt már azért ilyen 2000 méter fölött vagyunk, úgyhogy nem volt megerőltető túra, de azért úgy be kell gyalogolni, és aki mondjuk érzékenyebb, akkor lehet, hogy már érzi azt, hogy fú, itt magasan vagyunk, nehezebben kapja a levegőt. És a krátert egy olyan kilátóból lehet megnézni, ami 300 méterrel fölötte van, tehát viszonylag közelről lehet látni. A Poász átka. Egyébként azt kell, hogy mondjam, Costa Ricában majdnem mindenhol ez történik. A felhő. Jön a felhő, és egyszer csak így mindent befon. És semmit nem látsz. Nem hiszitek el, hogy nekünk milyen szerencsénk volt. Jött ki az előző csoport, így mindenki, órát lógatva, 20 perc alatt semmit nem láttak. Semmit. Felhő, felhő, felhő. Mi is már úgy mentünk be, hogy csak lássunk valamit. Képzeljétek el, 2 percre rá elkezdett feltisztulni az egész, tehát fel tudtuk venni igazából az egész folyamatot, ahogyan feltisztul a felhő alól, egészen ennyire, hogy láttuk már az alját, ugye, ahonnan bugyog ki a gáz. És amielőtt jöttünk vissza, jöttünk kifelé, akkor kezdett visszafelhősödni. Úgyhogy nekünk óriási nagy szerencsénk volt. Amikor az Irazú vulkánon voltunk egyébként, pont ugyanezt mondta az egyik látogató ott, hogy azt mondja, kétszer is voltam a Poászon, de egyszer sem mutatta meg magát. Ez sajnos ilyen. Meg is mutatom nektek viszont a videót róla, jó? Szerintem ez egy fantasztikus élmény volt egyébként, de azt kell, hogy mondjam, hogyha valaki most csak 2 hétig van például Costa Ricában, akkor ne ez legyen az a vulkán, amit megnéztek, mert lehet, hogy nem látok semmit. Ez pedig az Irazú. Az Irazú is fantasztikus élmény volt, viszont, hogy visszamegyek itt egy picit, hogy lássátok, ki veszi észre, hogy mi a különbség a 2 Irazús kép között? Hát nem az, aki volt már ott. Képzeljétek el, az első képet 2019-ben készítettem, a második képet most 2021-ben. És képzeljétek, volt egy földrengés, volt egy csúszamlás, ledőlt az oldalának az egyik része, a rések átalakultak, ugye, és beszivárgott a víz. Eltűnt a laguna.
Nem tudom, hogy mondták, hogy ez most évekbe fog telni, hogy vissza újra megjelenjen a Laguna. Nagyon szép az irazú, de nyilván a Lagunával az igazi. Tehát azért teljesen más, amikor egy ilyen türkiszkék kis víz ott pompázik, fantasztikus látvány. Bizony, igen, látszik, igen. Igen, azt lehet látni, azért csináltam két ennyire hasonló képet, hogy lehessen látni a különbséget, hogy mi történt ott. Viszont amit én nagyon szeretek az irazúban, és ami miatt tényleg az egyik kedvenc vulkánom, hogy olyan, mintha a Holdon sétálnátok. Tehát ez valami fantasztikus, ahogy így a hamuban, én ki is próbáltam, még el is estem, tehát a biztonság kedvéért, és olyan puhára estem, hogy semmi nem, csak azt éreztem, hogy hát azért úgy pörkölt. Tehát ugyan olyan rossz érzés volt, olyan égető érzés volt, nem azért, mert meleg volt, hanem nem tudom mi miatt. Ugyankor puhára estem, tehát így semmit nem éreztem, hogy ez most rossz lenne. Úgyhogy az irazú sajnos egy ilyen változáson ment át. Rengeteg más vulkán közül is lehet egyébként szemezgetni. A Rincón de la Vieja, igen, nem egy közkedvelt vulkán. Senki nem szereti ezt a vulkánt valami oknál fogva. Nagyon aktív vulkánról van szó egyébként, de ez az egyetlen, ahol egy ilyen pici 3 kilométeres kis körúton végignézhetitek a vulkanikus tevékenységnek minden egyes állomását. Tehát, hogyha valaki tényleg az iránt érdeklődik, hogy mit csinál egy vulkán, akkor én azt ajánlom. Az egy fantasztikus élmény. Az 5 kilométeres túrát a vízeséshez nem annyira, meg visszafele, az főleg olyan, hogy az egy igen magas lécet kell ott megugrani, mert köveken kell lemászni, meg föl, meg mit tudom én. Úgyhogy ezért nem lett közkedvelt ez a vulkántúra senki. Tehát nálunk a családon senki nem szerette. Ugyanakkor én azt mondom, hogy az nagyon érdekes volt, ahogy meg lehetett nézni, hogy mit csinál a vulkán igazából. A Tenorio és a Miravalles között pedig képzeljétek el, van egy nagyon kis cuki hely, mindig nagyon ajánlom, hogy valaki az esőerdőben el akar veszni, de komolyan, egy házikó az esőerdő mélyén, és kongó majmú bőgésére akar felkelni hajnali 4-kor, akkor én ezt a helyet szoktam ajánlani. Ha esetleg egy lajhár a kertben elsuhan, hát el nem suhan, bekukkant, de a kolibri az inkább suhan. Jó? Úgyhogy én azt a helyet nagyon-nagyon tudom ajánlani. Egyébként ők most elindítottak egy projektet ott. Rio Chiquitót nem nagyon ismerik, tehát most valaki azt mondja, hogy Rio Chiquito, hát az hol van, mit akarsz te ott, nincs semmi. Dehogy nincs. Tehát családi vállalkozást indítottak például, mert hogy valaki a kis ültetvényén talált, szerinte, indián sírt. Én megkérdeztem, hogy ez így, tehát hogy hivatalosan indián sírt, tehát hogy ezt valaki így meg... Nem, de ez biztos, hogy indián sír. Tök jó, ki van írva, hogy indián sír. Lefényképeztük. De teljesen jó egyébként, tehát jó az ötlet. Bejártuk az egész ültetvényt, egy ilyen 2 órás kis túráról beszélünk, tehát azért ez jó nagy ültetvény. Előtte még tehenet fejtünk egyébként, tehát ezzel kezdődött az egész tevékenység, hogy akkor most tehenet fejünk, és akkor utána elindultunk, egészen egy folyóig. Ott lehetett fürdeni, beleesni, ugye valaki úgy szokott. Igen, aztán utána jöttünk vissza, megkerestük a lajhárt, aki ott lakik az ültetvényen, mert addig nem engedtek minket haza, hogy Máté lajhárt lásson. Az volt az első lajhár, amit látott Kosztarikában, úgyhogy természetesen megkerestük, és utána képzeljétek el, visszajöttünk, és ebéddel vártak minket. És az abból a tejből, amit mi fejtünk, még desszertet is csináltak, amíg mi ott sétáltunk. Úgyhogy ez ennek a családi vállalkozásnak a háttere, egy ilyen kis öko dolgot szeretnének létrehozni. Szerintem nagyon jó ötlet, én azt remélem, hogy nem sokára sokan fognak oda ellátogatni. Nyilván egyelőre csak spanyolul értőek tudnak oda menni, de hát ha egyszer majd ők is elindulnak az angol irányába, és akkor lehet más idegen nyelvismerettel is elmenni, mert teljesen egyszerű emberekről van szó, tehát, hogy akik úgy kitalálták, hogy ez milyen jó lesz, és végül is van létjogosultsága az ötletnek.
Megmutatom nektek az Irazúról a videót. Ilyen még, amikor laguna is volt. És itt fönt, ott fönt, ami a felhőben van már, a felhőben van, ott van a kilátó. Képzeljétek el, hogyha tiszta idő van, nonsense egyébként, de hogyha tiszta idő van, akkor elláthattok a Karib-tengerig az egyik oldalon, a Csendes-óceánig a másik oldalon. Egyszer sem láttam, de azt mondják, hogy ez így működik. Általában nem érdemes fölmenni már a kilátóban, mert látjuk, hogy felhőben van, de egyébként, ha nincs felhőben, akkor meg kell próbálni. És akkor is Kártágóból kell fölmenni egyébként. Ha Kártágóban lent azt látjátok, hogy köd van, felhő van, akármi, érdemes felmenni az Irazúhoz, ugyanis az Irazú a legmagasabban fekvő vulkán, tehát lehet, hogy ott pont nincs felhő. Mi megérkeztünk, és képzétek el, már megint, tehát ez tényleg ilyen, mondtam Máténak, hogy gyorsan fotóz, videó, minden, és 10 perc és jött föl a felhő. Tehát annyira tényleg, képzeljétek el, hogy vannak olyan képek, hogy a lábaim között megy a felhő. Tehát ilyen valami hihetetlen, fantasztikus élmény, de tényleg ennyi, tehát ott mozogni kell, mert lehet, hogy nem láttok semmit. Nem mindegy, hogy milyen autót bérel az illető, aki föl akar oda menni. Elég sok autó állt félre, mert rossz technikával ment föl, én azt mondom, hát így jött ki belőle a gőz, a minden, akármi, úgyhogy oda azért technikásan kell fölvezetni, vagy egy olyan autóval, ami erre használható, vagy busszal. Vicces, de van busz Kártágóból föl. Úgyhogy megnéztem, teljesen kultúrált, és vár fönt 2 órát, 2 óra múlva vissza le megy Kártágóba. Tehát ez is egy megoldás igazából. Az Arenal vulkán a következő, képzeljétek el, ez a legfiatalabb, ugyanakkor legaktívabb vulkán, mint mondtam, a jelképe Costa Ricának. Szintén nagy szerencsénk volt, mert amit láttok ott képet, ott a templommal, az ott a háttérben a vulkán, bementem ott egy kisboltba, és mondta nekem az eladó, 2 hétig voltak ott a barátai, ma aznap utaztak el. Egyszer sem látták az Arenal csúcsát. Mi oda mentünk 2 napra, és előbukkant a csúcsa pont aznap. Tehát viszont amikor megérkeztünk, úgy képzeljétek el, hogy egészen a tövéig lenn volt a felhő, mert olyan vihar volt. Semmit nem láttunk. Még áramunk se volt, amikor megérkeztünk. Tehát akkor egy kicsit megijedtünk, hogy mi lesz az alternatív program, mert ráadásul olyan helyen szálltunk meg, ahol se tévé, se semmi, tehát ültünk sötétben otthon, és néztük egymást. Aztán áthívtak a szomszédok, nagyon jó fejek voltak, úgyhogy igazából azért volt program, de körülbelül ennyi. Amit láttuk ott a képen, az a La Fortuna templom. Egyébként tudok nektek ajánlani ott egy olyan éttermet, benne van a könyvemben is. Ha olcsón akartok, La Hormiga pontosan, ha olcsón akartok isteni finom ennivalót enni, mi ott ebédeltünk, ott vacsoráztunk, és ott reggeliztünk másnap, és megint elmentünk ebédelni, és ez így ment, mert egyszerűen annyira jó áron, és olyan finomakat tudtunk enni, és kiadósakat, hogy ezt tényleg nagyon ajánlom. Látjátok középen a vízesést? Na hát ez ott van közel az Arenalhoz, a La Fortuna vízesés, 70 méter magas vízesésről beszélünk, és le lehet menni egészen a tövéig, úgyhogy ti fentről lássátok ugye, hogy alázúdul. Ez 530 lépcső lefelé. Tök jó lemenni, de utána visszakapaszkodni az már egy picit nehézkesebb. És egyébként mindenhol vannak ilyen kis pihenők kialakítva, ahova kitesznek ilyen Lajhár guru által kiírt kis idézeteket, hogy hát akkor most pihenjen meg, kérem. És akkor kiír valami kis okosságot, angolul és spanyolul. Nagyon jó pofa, nagyon jól meg van csinálva. És ennek a parknak egyébként hatalmas orchidea kertje van. Úgyhogy azért is érdemes oda ellátogatni. Nyilván szem előtt tartva azt, hogy mikor van az orchidea virágzás, mert akkor igazán szép a hely. Az Arenal nem csak egyébként a nemzeti parkokról híres, van egy obszervatórium is, ahonnan tök jól meg lehet figyelni magát a vulkánt. Mi egyébként a Parque Nacional Arenal 1986-ba tértünk be, mert véletlenül rossz helyen jöttünk le az útról. Azt hittük, hogy megjöttünk a hivatalos nemzeti parkba, és kiderült, hogy nem. Ugyanakkor nagyon jó volt, alig voltak,
tehát valószínűleg nem nagyon ismerték, hogy ez is olyan, ahova el lehet menni, és láván sétáltunk, tehát nyilván megszáradt láván, tehát nem éppen kifolyt, megszáradt láván, vulkanikus köveken, lagúnához el tudtunk sétálni, tehát tényleg fantasztikus élmény volt. Ugyanakkor az Arenál nem csak erről szól, hanem wellness és spa is. Képzeljétek el, termálvízük van, úgyhogy nagyon sokan azért mennek, hogy a termálvízben egy kicsit így hát wellnesseljenek, és van függő hídpark, ami a vulkán körül megy, képzeljétek el. Tehát így megyünk, 22 darab függő hidat tartalmaz a park. Én nagyon tériszonyos vagyok, ugyanakkor ajánlom, hogy egy ilyen függőhíd parkot próbáljatok ki. Mert a legmagasabb, azt hiszem 45 méter magasban volt, és eléggé rosszul viseltem én, azt kell, hogy mondjam, mert ráadásul elég hosszú is volt. Kaptok egyébként egy ilyen térképet, és akkor le kell járni. Tehát igazából nincs olyan verzió, hogy akkor majd a negyedénél kijövök, hanem hát végig kell menni az összes függőhídon. Nem nyekereg annyira, mert jártam olyanon is, ami nyekerget, meg olyan volt, mint aki mindjárt leszakad. Ez nem, ezek teljesen jó szerkezetek, úgyhogy ezeket tudom ajánlani. Ami ott van az Arenál körül, az fantasztikus. Fantasztikus élővilág van körülötte. Tehát érdemes délután menni, hogy este meg tudjátok várni, amikor éppen besötétedik, mert akkor jönnek elő az állatok. A majmok, a tukán, akkor már halljátok a hangokat. És mi végig arra vártunk, hogy majd az Arenál ott röpködnek a kőzetek, meg a láva folyik, meg ilyesmi. Ez nem sikerült, de mégis nagy élmény volt. Úgyhogy az Arenát mindenképpen tudom ajánlani. Hát ha Costa Rica, akkor gondolom álom strandok. Főleg, ha valaki tud szörfőzni. Igen, én Tamarindóban próbáltam ki. Szerintem nagyon jó hullámok vannak. Egyébként nem véletlenül Costa Ricában elég sok szörfvilágbajnokságot, meg ilyen bajnokságokat szoktak szervezni. Ezt el is mondanám nektek, hogy nagyon szépek a strandok. Mi idén nem tudtunk bemenni egyikbe se, mert állandóan piros zászló volt, ugye, ami azt jelenti, hogy viharos szél, túl magasak a hullámok, nem lehet bemenni. Ezt nagyon vegyétek komolyan, itt nem olyanok a hullámok, hogy jaj, hát beterített, majd ezt is elmesélem, hogyha eljutunk odáig. Az én személyes kedvencem az Tamarindó. Tehát én nagyon-nagyon szeretem. Gyönyörű strand, ott, ahol a biciklis fiú megy. Nagyon szeretem. Lehet a strandon szörfözni, lehet a strandon lovagolni, lehet kiülni és létezni. És a városban olyan élet van este, hogy fantasztikus. A másik itt lent a hajóval, az Puerto Viejo. Ha megnézitek, kicsit teljesen más egyébként a színvilág, míg Tamarindo és Isla del Caño fönn van a csendes óceán résznél, pontosabban Isla del Caño lent van, addig Puerto Viejo a Karib-tengerhez tartozik. Jó? Azért gondoltam, választok nektek egy karibos képet is. Puerto Viejo azért jó egyébként, mert Puerto Viejoból csillagtúra szerűen egy csomó helyre el tudtok jutni, ami nagyon érdekes, és amiről még fogok nektek mesélni. Most kitérnék Isla del Caño-ra, amit ott láttok fönt, jobbra. Sierpe városából utaztunk oda, méghozzá csónakkal, vagy hát ilyen hajószerűséggel. Méghozzá először a mangrove erdőn kell keresztül menni, és utána kimegyünk a nyílt tengerre. És Isla del Caño, ott könnyű búvárkodtam először, és azt kell, hogy mondjam, hogy én ilyen élővilágot még nem láttam, utána nyilván könnyű búvárkodtam több helyen is, és cápa, teknős, tehát a cápa ott úszik, mi meg fölötte nézzük. Tehát azért nyilván a vezető tudja, hogy melyik cápához lehet úgy közel menni, és melyikhez nem érdemes. Teknős, gyönyörű halak, iszonyatos mélység. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg lenéztünk, és valami fantasztikus, hogy ilyen több méter mélységbe leláttunk. Szerintem, hogyha valaki ki akarja próbálni a könnyű búvárkodást, akkor ez ideális terep. Ez abszolút ideális terep. És amúgy meg a csónakúton, vagy ezen a hajóúton, képzeljétek el, delfinek követnek, ezek a repülőráják,
meg mindenféle élővilágot lehet látni, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. Szierpe mellett az szól még egyébként, hogy megnézitek, Szierpe a legdélibb csücskőkben van, egy ilyen picike kis falu, tehát semmi nincs, semmi. Viszont van egy fantasztikus ember, akinek van egy fantasztikus szállása, és kezeljétek el, tehát úgy semmi luxus szálloda, semmi, tehát ez ilyen, hát mondjuk úgy 2-3 csillag, tehát annál nem magasabb. Viszont egy olyan fantasztikus ember, és annyira érti ezt az üzletpolitikát, azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg az, aki egyszer már volt, az visszamenjen. Én állandóan küldök oda embereket, én is többször visszamentem, pont emiatt. Most is megérkeztünk, megkaptuk a szobát, lefoglaltam a túrát, mert mindig náluk foglalom le a túrát is, a könnyű búvár túrát is náluk foglaltam le, idén pedig a Corcovado Nemzeti Parkban foglaltam velük. A túra egyébként $100, tehát azért eléggé, ennek van értéke, úgymond, ára, viszont ő azt csinálja, hogy jó, akkor ha megszállsz, akkor az éjszaka az ingyen van, tehát ez beleszámítja abba a $100, úgyhogy megkaptam már szobát, és egy olyan túrát, hogy reggel 8-tól délután 4-5-ig te ott el vagy látva, és tényleg a legjobb idegenvezetőkkel. Mi például, nekünk úgy volt, hogy mi több napig maradtunk, és az utolsó nap például reggel 6-kor ment a busz. És mondtuk neki, hogy hát nem fogunk tudni itt reggelizni, mert ebben benne van a reggeli, egy igen kiadós reggeli is. És mondta, hogy semmi gond, vacsorázzatok. Választhatok bármit az én számlámra. Köszönjük. Tehát azért egy vacsora nem ugyanaz, mint a reggeli, és semmi problémája nem volt. És amúgy még azt is mondta, hogy ne menjetek még holnap olyan korán haza, menjetek délután haza, mert menjetek el, ingyen elmehettek a mangrove erdő túrára. Egy 3 órás túrára. Mert hogy ő így működik. Vagy például aznap este a buszsofőr ott vacsorázott, és lezsíroztuk vele, hogy másnap reggel nem 6-ra kimentünk a buszmegállóba, hanem 5:50-kor megállt a hotel előtt, és akkor kihúztuk a kis, hát nem mert a hátizsákot, bedobtuk, felszálltunk, és 6-kor begurultunk mi is a buszmegállóba utána velük együtt. Tehát, hogy ezt annyira meg lehet oldani ott, nyilván ehhez kell egy spanyol nyelvtudás, de nagyon tudom ajánlani ezt az urat ott CRP-ben. Egy tényleg fantasztikus ember, mindenki ismeri egyébként, tehát, hogy ha egy hotelt kérdeztek, oda vezényelnek már, így alapjáratom. Hát a Corcovado, nézzétek, milyen állatokat láttunk, és ez csak a töredéke annak, amit láttunk, és úgy, hogy szakadó esőviharban. Már akkor, amikor mentünk ki, akkor kicsit aggódtunk, hogy elég rosszul nézett ki a státusz, hogy ott aztán szakadni fog az eső. És az idegen vezető mondta, hogy itt nincs megoldás. Tehát az, hogy megállunk és megvárjuk, hogy eláll, nem. Az, hogy visszamegyünk, hát az sem, mert mire visszajutunk igazából, hát ugyanannyit mentünk, mint jöttünk. Úgyhogy mentünk tovább szakadó esőben, villámcsapások, dörgések közepette, kicsit ijesztő volt. Ugyanakkor, ugye, hogyha valaki jó idegen vezető, így is meglátja az állatokat. Ha megnézitek, ott azért van, aki el van bújva, a kis kongómajon például fönt jobb oldalon. Ott egyébként egy leguán van, ha látjátok az ágon. Corcovadónak az a nagy baja egyébként, hogy nagyon nehezen megközelíthető. Be lehet repülni, képzeljétek el. Tehát ez tök jó, hogy nehezen megközelíthető, de kis repülővel be lehet utazni. Én ezt egyébként nagyon ajánlom annak, aki ezt bevállalná, ezt a kalandot. Mi is néztük. $80-100 az ára a repülőútnak, egy pici repülő, ami elvisz a Drake-öbölbe, úgyhogy teljesen jó. Van szárazföldi megközelítési lehetőség is, amikor nem esik. Ha esik, akkor az víz alatt van, úgyhogy nem érdemes, és amúgy is nagyon sokat kell gázolni, tehát mármint gázolni a vizen keresztül, úgyhogy csak olyan jellegű autóval lehet menni, ami erre alkalmas. Vagy pedig CRP-ből lehet csónakkal ezt is megközelíteni, és pontosan ezért mi CRP-ből indultunk már megint, ugye, a Corcovado Nemzeti Parkba. Az egyik legsokoldalú nemzeti parkról beszélünk, tehát élővilágát tekintve puma, tapír, minden van, minden, minden,
És képzeljétek, ez szűzrészek is vannak, tehát ezért jó ide elmenni. Nem muszáj egy napra menni, ott is lehet aludni egyébként. Lehet búvárkodni is, úgyhogy nagyon sok oldalú, tényleg rengeteg mindent lehet ott csinálni. És érdemes jó idegenvezetővel menni, aki észre is veszi az állatokat. Egyébként Máté nagyon nagy segítsége volt ennek az idegenvezetőnek, több állatot is ő szúrt ki. Ugye nem mindegy, hogy magasság, hogy jársz, ugye milyen leterheltség. Monteverde a következő állomásunk, az esőerdők mélyére megyünk. Monteverde köderdő hivatalosan, de ez nem jó megnevezés, egyébként a spanyolok nem is használják, ők felhőerdőnek hívják, méghozzá azért, mert az nem köd, hanem felhő. Jó? Tehát az erdő benne van konkrétan a felhőben. Azt képzeljétek el, hogy egy barátnőm volt kanopizni, ott Monteverdében, és repült így a... Tudjátok, mi ez a kanopi, ugye? Drótkötélpálya, és csúsznak. Azt mondja, hogy az volt a legszebb élmény Costa Ricában, hogy véletlenül a felhő kiment alóla, és megpillantotta az egész esőerdőt onnan fentről. Hogy ez olyan élmény volt, egy olyan adrenalint adott, hogy hát fantasztikus. A Felhőerdő Nemzeti Park, arról tudni kell, hogy ő több fenntarthatóság, tehát számukra fontos a fenntarthatóság, és nagyon sok ilyen jellegű elismerést és díjat nyertek egyébként. Mit jelent ez? Nem tartanak fogságban élő állatokat, csak olyan állatokat, akik szabadon ott a Nemzeti Park területén élnek, nem szabad őket etetni, nem szabad őket megfogni. A vízzel takarékoskodnak, és újrahasznosított termékeket használnak az egész területen. Egyébként úgy kell oda bejutni, hogy lent jó néhány kilométerrel arrébb van egy parkoló, ott összegyűjtenek minket egy mikrobuszba, felmegyünk így körülbelül, ami tök jó, mert nem a saját autónkat tesszük tönkre, valamint ugye a levegőszennyezés szempontjából sem utolsó, hogy egy mikrobuszba megyünk fel, vagy mindenki a saját kis autójával. Azt tudni kell Costa Ricáról, hogy az egyik legpozitívabb példa, nem tudom, láttátok-e David Attenborough-nak a dokumentumfilmjét, ők is nekiálltak annak, hogy írtsunk esőerdőt, mert kell a banánültetvénynek a hely, meg a guanacastei állattenyésztésnek. És képzeljétek el, hogy olyan szintű erdőírtásról van szó, mint az Amazonas, tehát hogy azért úgy nekiestek rendesen az erdőknek. Aztán kicsit ötletet váltottak, ugye? És képzeljétek el, 2014-es adatról beszélek, szerintem ez most tovább nőtt már, mert nagyon sok ilyen jellegű projektjük van. 2014-ben Costa Rica több mint felét esőerdő borította. Visszatelepítették az erdőket. Úgy képzeljétek el, hogy a 70-es években, amikor elmetleg a történelem folyamán a legtöbb erdő borította fa, akkor egy harmada volt. Tehát igencsak visszafordították a folyamatot, és fel is gyorsították. Képzeljétek el, éjszakai túrán is jártunk Monteverdében. Ez nagyon jó olyan embernek, aki nem lát a sötétben. Ajánlom mindenkinek. Főleg, hogy kaptok elemlámpát, amit nem lehet bekapcsolni. Tehát nagyon jó volt, hogy odaadta az idegenvezető, de csak akkor, hogyha vész van. Mert hogy ugye elijesztő az állatokat. Tehát, hogyha te mész így a fénnyel, az nem lesz egy kifizetődő dolog. Fantasztikus dolog. Tehát tényleg, amikor szürkületkor, amikor a fák susognak, nagyon misztikus az egész, nagyon varázslatos, aztán utána besötétedik. És akkor már minden, hát semmi sem az, aminek látszik, ugye? Akkor volt az, amikor az egyik kolléganőm veszettő elkezdett ordítani, hogy tündi skorpió! Én, mint skorpió szakértő, ezt a jelenlévők szerintem mindenki tudja, hogy mennyire kiismerem magam a területem, oda mentem, ugye nem láttam semmit, tehát körülbelül így, hogy mi, hol, merre. Ez egy nagyra nőtt tücsök, de nem baj, örülök neki, Mónika, hogy észrevetted ezt a gyönyörű szép állatot, de ő nem az, akit keresünk. Találtunk mérgező békát egyébként, meg tarantulát, tehát ilyesmiket láttunk. Ugyanakkor elmaradt a nagy, majd akkor mi fekete jaguárt fogunk látni, meg pumát, meg nem tudom. Viszont én nagyon azt éreztem, hogy ott voltak.
Nem tudom megmagyarázni, de valami olyan hihetetlen érzésem volt, hogy éreztem az állatoknak a jelenlétét. Nem láttuk őket, de biztos vagyok benne, hogy ott voltak a közelünkben, figyeltek minket. És már azt megélni, hogy fú, valamit érzek, hogy ott valami van a közelemben, ez fantasztikus. Úgyhogy én az éjszakai túrát ajánlom mindenkinek, nem úgy kell oda menni, hogy akkor állatkertet fogunk látni, hanem inkább az élményért. Ott is van függő hitpark egyébként Monteverdében, és a kanopi, tehát amit mondtam, hogy átcsúszni az esőerdő fölött, szerintem az egy élmény. Manuel Antonio, ezt ott készítettem a kismajommal, azt a képet. Manuel Antonio szerintem az egyik legjobb nemzeti park egyébként. Esőerdőn keresztül kimentek a strandra. Induljatok el jókorán. Én nem is értettem, az egyik kollégánk azt mondta, hogy hajnali 2-kor indulunk, mert ő hova akar menni? Mondom, tehát ennyi idő alatt szerintem Panamáig eljutunk, mindegy. Hát valóban megjelentünk mi reggel 6-kor már a bejáratnál, és beálltunk a sorba, hogy mi jegyet veszünk. Rendben. Azt nem vettük észre, hogy 2 sor van. Egy idő után elkezdődött igencsak formálódni a másik sor, és valaki szólt, hogy a másik sorba is be kéne állni, mert hogy ott fognak minket beengedni. Tehát az, hogy jegyünk van, az semmi. Azt körülbelül zsebre lehet tenni, hanem a másik sor a lényeg, mert ott lehet bemenni, úgyhogy bárki elmegy a Manuel Antonio-ba, 2 sort nézzetek, és 2 sorba álljatok. Ne egyedül menjetek, hanem 2, vagy kérjetek meg valakit, mert mi úgy jártunk, hogy igen hosszú lett az a sor. Nem baj, beálltunk, vártunk, imádkoztunk, nagyon, nagyon hevesen imádkoztunk, mert ugye nem azért indultunk hajnali 2-kor, hogy majd ott 7-kor az orrunkra csapják a bejárati ajtót, ugyanis Manuel Antonio-ba csak meghatározott számú ember lépett be, nem csak pandémia alatt, hanem mindig. Tehát ők nem szeretik azt, hogy ott túl sokan vannak. Hát én még elmentem, átvettem a fürdőruhámat, hát akkor jó van, nem mozog az a sor, akkor még elmegyek, kávét veszek mindenkinek. Egyszer csak jön az egyik kollégám, integet nekem vadul, gyere, a kapunál vagyunk. Mondom, hogy kerültetek ti a kapuhoz? Futottam a 4 kávéval, nagyon elegánsan, az összesi mindenfele, megérkezem, tak, becsukják a kaput. Na ne, ez nem lehet. 7 óra volt már, és mondom, nem maradhatunk kint, azzal nyugtattak minket, ne izguljunk, délben biztos kijön valaki, és délben be lehet menni. Hát, jó ötlet, de hát, ha nem ez lesz a megoldás. Képzeljétek el, jött egy idegenvezető, és hozott egy nagy csapatot. És mondtam, hogy gyerekek, most. Tehát mondom, így, gyerünk befelé. Mindenki így, hajtottam be a kollégákat. Ez a latin-amerikai megoldás, ugye? Ezt én gyakoroltam, és akkor mondta, hogy csak így tudunk bejutni, tehát máshogy nincs. Nyilván odabent újra megnézik a jegyeket, újra átvizsgálnak, meg minden, mert bizonyos dolgokat nem lehet az állatok miatt bevinni, meg ilyesmi. Igazából semmi illegális nem csináltunk azzal, de amúgy nem tudtunk volna bejutni, és amúgy meg, hát aki kijön 12-kor ebből a nemzeti parkból, akkor vagy nem látta a felét, vagy nem tudom, hogy nem érezte jól magát, de ebből a nemzeti parkból nem lehet kijönni 12 órakor. Ez egész napos program. Végig mentek, hát mire végig járja az ember, az több óra egyébként. Majomerdő. Rengeteg állattal találkoztunk, rengeteggel. Lajhártól elkezdve mosómedvén át, a majmokon át. Olyan gyíkok, hogy meg kígyó minden, és utána kijutunk a strandra, akkor van kilátó minden. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy óvatosan a fürdéssel. Ott volt az, hogy engem 4-szer forgatott meg a hullám, és 4-szerre sikerült valahogy kikápászkodnom a vízből. Ez úgy működik, ugye nem tudom, tudjátok-e, én úgy tudom, hogy ilyenkor hagyni kell magamat, és nem ellenúszni, ugye, mert az nem lesz jó. Úgyhogy én hagytam magamat, ugye annyit a hagy végül is a víz, hogy levegőt vegye, tehát annyit feldob a felszínre, levegőt veszel, újra lehúz, és akkor ez egy ilyen ritmikus dolog, és 4-szerre odavágott a tengerpartra, úgyhogy megérkeztem, hála Istennek. A kollégák nem izgatták magukat, mondták, hogy csak 2 lábat láttak. Nem örülök, hogy mindannyian futottatok a kimenekítésre.
De ezt azért mindenki vegye komolyan, tehát itt a hullámok azért nem barátságosak. Kawita, ez például, látjátok a kis majmot? Ott fönt, már megint egy kongó majom. Az meg egy lajhár, ott összekuporodva. Hát ennyit láttunk mi is belőle. Kawita Nemzeti Park egyébként Puerto Viejo-ból elérhető. Ezért mondtam, hogy Puerto Viejo nagyon jó, hogyha csillagtúrászerűen szeretnénk mozogni. Két bejárata is van, és képzeljétek, hogy az egyik bejáratnál nincsen belépőjegy. Annyit adományt kell adni. Tehát amennyit te szeretnél pénzt adni, azt ők nyilván ennek a Nemzeti Parknak a fenntartására használják fel, és akkor úgy tudsz bejutni végül is. Ami nagyon lényeges, hogy itt is van strand, van esőerdő, és korallzátonyok egyébként. Tehát itt is érdemes például könnyű búvárkodni. A Costa Ricában élő állatok 60%-a megtalálható ebben a nemzeti parkban. Ezt a sokrétű természetvédelmi területet 1970-ben alapították a Karib-tengeri térségben azzal a céllal, hogy védelmet biztosítsanak az egyedülálló tengeri növény- és állatvilágnak, valamint a korallzátonyoknak. Különlegességét mutatja, hogy a Costa Ricában élő állatfajok 60%-a fellelhető itt. Kawitában mindenki megtalálja, amire vágyik. Állatokat rejtő őserdő, melyet végigjárhatunk. Ahol átjár minket a nyugalom, végre leereszthetünk a hétköznapok rohanásából. Az általunk csak lopós majomnak keresztelt közönséges csuklyás majom itt rablóbandákba verődik össze, ezért fokozottan ügyelni kell értékeinkre, főleg azokra, amelyek a kisállatokat érdekelhetik. Hasonló elővigyázatosságra van szükség a helyi mosómedvékkel is, akik szintén szívesen üzletelnek, és egy kis harapástól sem riadnak vissza, ha az áhított zsákmánya tét. A lajhárok viszont nem szeretnek belefolyni a kétes ügyekbe. A fák tetején húzzák meg magukat, és saját tempójukban élik az életüket. Pillanat. Nem meglepő, hogy az akciók nagy részét még át is alusszák. A háromújú bajtársak ugyan kissé aktívabbak, de a kétújúak konkrétan csak késő délután kezdenek örködni. És bizony van, mire vigyázni. Miután az utazó keresztül vergődi magát a sűrű dzsungelen, ahol a fenti veszélyek leselkednek rá, ezt egyébként láttam, tehát volt, aki kijött, hogy őt megtámadta a majom. Nem tudom, mit csinált egyébként, mert minket nem támadt meg, de megpillantja a kincset, mely erőfeszítéseinek jutalma. A homokos partot és a vége láthatatlan tengert, amely türkis színben pompázik, illetve a csodálatos Costa Rica legszebb állapotban lévő korallzátonyát rejti. Itt az ideje egy kis vízi kirándulásnak belemerülni a mélységbe, hogy a színes tenger alatti világ elvarázsolhasson minket, és akkor utána itt mindig van ilyen hasznos információk is rész, úgyhogy nem csak ilyen kalandokat írok le nektek, hanem vannak hasznos információk is. Aki ismer, tudja, hogy az indián népek hozzám nagyon közel állnak, ezért jutottam én annak idején ki Mexikóba, a közép-amerikai régészeti tanulmányaim során, és ragadtam ott 10 évig. Aztán nyilván ugyanezt kerestem Costa Ricában. Szerettem volna ott is indián közösségeket meglátogatni, és idén sikerült, nagyon régóta vágytam rá, és szerettem volna idén is több helyre eljutni egyébként. A Bribri indián közösséget sikerült meglátogatnom. Nehogy képzeljétek el, hogy indiánok, akik birodalmakat építettek ki, mert nem. Őket a kaszike irányítja, egy ilyen közösség inkább, tehát közösség szintjén gondolkozzunk. Egyisten hívők egyébként, és a természettel kapcsolódik a hitrendszerük. Nagyon érdekes, hogy matriarchális társadalomról beszélünk, tehát az öröklődés abszolút női vonalon folyik. Ez egy nagyon érdekes dolog szerintem. Miután ugye az iskolák, tehát az oktatási rendszer most úgy működik, hogy a hadsereg pénzét ugye megkapja úgymond, tehát amit oda fektettek volna, most már ösztöndíjakat is adnak a kosztarikaiaknak, és képzeljétek el, hogy most már indiánok is tanulhatnak. Nekik igen nagy problémájuk volt az, hogy általában olyan tanárok érkeztek hozzájuk, akik éppen az egyetemen végeztek, spanyol eredetű, tehát kosztarikai, de spanyol eredetű. Nem ismerték az ő kultúrájukat, és mivel a szolgálat teljesítés egy évére érkeztek az iskolába, oda a faluba, ezért nyilván, hogyha nem tisztelte olyan mértékben, nem ismerte olyan mértékben a kultúrát, akkor itt problémákhoz vezetett.
Jó, úgyhogy hála Istennek ez kezd megoldódni. Ott egyébként láthattok több képet is. Itt egy tipikus kunyhót láthattok. Erről is írok, itt elég hosszan, mert erről nagyon sokat beszélt az úr. Veronikát látjátok itt, ő megmutatta, hogy hogyan kell zsinort készíteni. Be is vagyunk festve, ugyanis gyógynövénykert is van ebben az indián közösségben. Mindenféle természetes színt mutattak, hogy be is vagyunk festve pirosra emiatt, mert a képünket mázolta. És hát a kakaó útja, a csokoládé alapjáraton, ugyanis ez a gyümölcs, ez a kakaó, ha kinyitjátok, fehér színű gyümölcs van benne, iszonyatosan puha és iszonyatosan finom, de gyümölcs. De semmi köze ahhoz, ami ugye mire végigmegy a procedúrán, itt láthatjátok, hogy ugye először kijönnek a magok, az már keserűbb valóban, akkor ő utána megfőzi a kis serpenyőjében, vagy megpörköli, mondhatnám inkább úgy, kiszárítják, utána összetöri a mozsárral, látjátok? Igen, azt ki lehet próbálni, bárki tudja kipróbálni, és utána képzeljétek el, ledarálják. Hát az kőkemény étcsoki. Tehát ez a 100%-os. Úgyhogy ők azt találták ki, hogy banánra kenik rá, hogy ugye ne kapjon mindenki sikítófrászt, amikor megkóstolja, hogy úristen, ez mi. És így nagyon finom, tehát így bevállalható. Akkor utána ittunk abban, látjátok, az egy hikará, amit itt láttok, az a kis edényke. Az egy termés egyébként. És abban kaptunk vízzel felöntve először, az már hasonlít a mi kakaónkra. Aztán tejjel felöntve, na ilyet is kipróbáltuk, meg is cukroztuk, úgyhogy már akkor teljes verziót kipróbáltuk. De nyilván ugye az volt a lényeg, hogy milyen az eredetinek az íze. A Kawita Tours srácaival mentünk, egyébként nagyon, tényleg olyan programot összerittyentettek. Ez volt a délelőtti program, utána még egy vízesés túrára is lementünk. Ja, még itt az indián közösségben egyébként gyógynövénykertben is jártunk, akkor zsinór, sodrást néztünk, minden. Utána vízesés túrára mentünk, és utána még zöld leguánokat néztünk egy másik Keköldi nevű indián rezervátumban. Ők ugyanis a zöld leguán, képzeljétek el, hogy kihalófélben volt Costa Ricában, előszeretettel megették őket, megvadászták őket, és ez olyan mértéket öltött, hogy hát majdnem kipusztulta az állatfaj, és ez a indián közösség felvállalta, hogy akkor ők tenyésztik ezeket, és képzeljétek el, hogy sikerült, tehát elég jó mennyiséget előállítani már úgymond zöld leguánból. Annyi, hogy őket a pandémia nagyon megviselte, mert nekik semmilyen bevételi forrásuk nem volt, ugye, és el kellett engedniük elég sok zöld leguánt, akkor visszakerültek már a vadvilágba. Hát itt látok még néhány különleges állatot, ez ugye tipikusan Costa Rica. Kartágót látjátok, képzeljétek el, Kartágó volt Costa Rica fővárosa. Tehát San José csak 1838 óta a főváros, egészen addig Kartágó volt, ahol én is laktam, és a Camino Real, egy szárazföldi kereskedelmi út is ott ért el a tetőpontját, ami Nicaraguából szállított egyébként termékeket, tehát egy viszonylag hosszú kereskedelmi útról van szó. És ott látjátok a Basilica de Los Angeles, ha Kartágóban jártok, kérlek menjetek el, nézzétek meg, gyönyörű szép a templom, és ha lementek az altemplomba, Latin-Amerika összes szűzének a képe ott van. Tehát aki Latin-Amerikából jön, meg tudja találni ugye, hogy melyik az ő országának a szűze, akihez imádkozhat. Azt hiszem a mexikói volt az első egyébként, La Virgen de Guadalupe. Nagyon szép a történet egyébként, a legendája is, az pedig egy rom ott, ha megnézitek, de nem olyan romváros, mint a majáké, hanem egészen egyszerűen félbehagyott templom. Costa Rica nemzeti jelképe a kávé, ez pedig a kávéhordó szekér. Ezzel mentek egy darabig, napokig a kikötőbe, és ezzel vitték a kávét. Igen, köszönöm. Aztán utána kiépítették a vasúthálózatot, hála Istennek. Tehát, hogyha valaki Costa Ricában jár, kávé, a kávétermesztés. Én azt szoktam ajánlani, hogy kis családi vállalkozásokba kell elmenni.
és nem feltétlenül nagy kávéüzemekbe. Én a Microbeneficio Rio Conejo Estatiban jártam többször. Olyannyira kicsi családi vállalkozás, hogy a GPS nem igazán találta meg, úgyhogy amikor leparkoltuk az autót, mert szerintünk valahol ott volt, valaki ki is jött valami háznak a kapuján, én mentem, úgy gondoltam, hogy biztos oda jöttünk, de elég furán néztek rám, nem engem vártak szerintem. Rossz helyre mentem be, sokkal lejjebb kellett menni, ott már nem nagyon volt út igazából, hát nyilván le kellett menni valahogy a kávéültetvényre, ugye? Úgyhogy ez egy 40 éves családi vállalkozás, nagyon jó fejek a srácok, oda mennek, mentek, 2-3 órán keresztül előadást tartanak egyébként, hasonlóan, mint én most szerintem. A múltkor már szóltam a srácnak, hogy mondani, már nem tudom, X1-ére tolmácsolom végig, és ránk fog sötétedni, megteszi, hogy egy picit rövidebbre fogja, mint ahogy szokta, de nem tudta. Tehát ő annyira imádja, amit csinál, és képzeljétek el, hogy a végén egy ilyen kis vacsorával várnak minket, semmi ára nincsenek, annyit kérnek, hogy az ő kávéjukból vásároljunk. Tehát ott nyilván eladnak kis zacskóban is. És akkor azt. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy ők a NAMA projektnek a részesei lettek, és ez azt jelenti, hogy ők első, a Costa Rica első számú alacsony széndioxid kibocsátású üzeme. Azóta nyilván elég sokan még erre az útra léptek. Fantasztikus, hogy egy ilyen picike kis családi üzem ezt meg tudta csinálni, létre tudta hozni, és egyébként Costa Ricának ez a kitűzött célja, hogy ők a széndioxid kibocsátást azt nullára akarják hozni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem nincs széndioxid kibocsátás, hanem ugye a visszatermelés meg hasonlók, tehát hogy ez egyensúlyba kerüljön, és ők ezt tűzték ki célnak 2050-re. Mi drukkolunk nekik. Azt kell, hogy mondjam, hogy Costa Ricában ne várjatok olyan nagy gasztronómiai színvilágot, mint például Mexikóban. Jó? Rákot ne egyetek, tehát ezt most mondom, hogy a rákot nem tudják elkészíteni. Én 4-szer futottam neki a témának, és aztán föladtam, tehát ez nem. Maradjunk a tipikus ételeknél, jó? Itt például a gallo pinto, az ott nézzétek, csak a babos rizs. Ők ezt reggelizik. Nagyon érdekes egyébként, reggelire mit esztek? Babos rizs, tojás, virsli, gyümölcs, hát lehet, hogy főzőt, banán, ilyesmi. Mit esztek ebédre? Babos rizs, és akkor valami hús hozzá. Vacsorára is ezt tesszük, úgyhogy nekik körülbelül ez a bevett szokás. Ha megnézed egyébként, hogy a kosztarikaiak mit visznek a kis edényükben, tuti, hogy babos rizs. Tehát, hogyha otthon voltak anyánál, akkor biztos, hogy a babos rizs az nem hiányozhat, jó? Úgyhogy ez a gallo pinto, amit láthattok. A casado az, amikor már hússal is elkísérjük az ennivalót. A tortilla de queso, amit középen láthattok, ez kukoricalepény sajttal töltve. Hasonlít a quesadillára egyébként, csak más jellegű a tortillának az anyaga, meg a vastagsága. Jobb oldalon pedig láthatjátok, ezek az empanadas hasonlít a mi ilyen kis, hát nem is tudom, ilyen kis, hogy is hívják ezeket, van nekünk is lekvárral töltött kis fülecske, ugyanaz, és ezt mi készítettük egyébként Máté és én fönt Kopácsiban, úgyhogy igen, nagyon ügyesen asszisztáltál. Képzeljétek, van saját sörük egyébként, van nemzeti sör, ez az Imperial. Nagyon sok ilyen gyümölcs koktélt csinálnak egyébként, tehát amit talán a gyümölcsöt így összedobják, és akkor abból kijön valami innivaló, az nagyon finom szokott lenni. És van nekik is likőrjük, 30 fokos alkoholtartalmú, a cacique vagy a guaro. És a chili guaro az az, amikor ezt a likőrt még összekombinálják egy kis paradicsom szósszal meg chilivel, ismerős lehet szintén Mexikóból, tehát hasonlít egy picit a micselládára. Miért ajánlom a könyvemet? Igazából tippeket láthattok benne, élménybeszámolókat, hasznos információkat. Nem akarom tovább húzni. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, Máté is és én is. És azért tehát köszönöm szépen ugye a művelődési háznak, hogy itt lehettem. És köszönöm szépen a barátaimnak, akik nekem tényleg otthon biztosítottak ott Costa Ricában.
Kedves nézőink, a Pomász TV adása véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az ismétlést megnézhetik szeptember 22-én 22 órakor, szeptember 23-án 10 és 18 órakor, valamint szeptember 27-én hétfőn 21 órakor. Ne feledjék elérhetőségeinket. Címünk Pomász Petőfi Sándor utca 66, telefonszámunk 0626 326 117, e-mail címünk pomasztv@pomasztv.hu, és weblapunk címe, ahol adásainkból is láthatnak részleteket, www.pomasztv.hu. Illetve ne feledjék azt sem, hogy adásaink már a YouTube és a Facebook oldalán is elérhetőek. Munkatársaim nevében is kívánok Önöknek további kellemes időtöltést, találkozzunk az ismétlések alkalmával is, viszontlátásra!